Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt kívánunk. Kiváltunk egy picit Ferivel, mondok, ezt a 2 métert már megteszed valószínűleg. Meg, gyorsan megtettem, igen, csak a Julival dumáltam egy kicsit, aztán itt elment az idő, meg el is aludtam egyébként. Nem tudom miért, valamiért. Lehet, hogy tegnapi későn fekvés kiváltott belőle milyen élményeket. Csak a buli, mi? János, a parti arcok voltunk, nagyon. Elmentünk. Ne hülyéske, pörögtetek? Elmentünk egy kicsit, igen, filmvetítésen voltunk, egy ilyen nagy filmpremiéren. Igazából, ami ilyen nagy felvonulós mozis volt, a Tillának a filmje voltunk. A Tiszta Szívvel című filmet megnéztük. Bizonyám, premier előtt. Kulturálódtak a fiatalok. Kicsit ilyen Balázsos Jánosos volt megint az egész történet, amiben sajnos Vicky is belekeveredett. Igen. De egyébként jó volt. Jó volt, tényleg jó volt. Kicsit kimozdultunk, vettünk óriási adagot, patogatott kukoricát, találkoztunk mindenkivel, akivel találkoznunk kellett. Majd beültünk, és hát az egyik teremben már nem fértünk be, annyian voltak. Jó, azért mondjuk el, tehát az elejétől a történetet, tehát hogy most én egy picit előbb értem oda, mint ők, és hát rögtön leadtam a drótot, gondoltam, hogy ez egy fontos információ szemelem, ismerem ezer éve, és tudom, hogy valószínűleg nem áll be egy kb. 30 méter hosszú sorba, és akkor mondom neki, hogy ott van, mondom, ez a sor. És mondja, hogy biztos oda áll. Hát mondom, ha csak nem a, mit tudom, a Griff tavaszi kollekcióját akarják megvenni este 8:30-kor, akkor oda állnak, mert hogy regisztrálnak. Iszonyatosan sokan voltak tényleg, tehát hogy nagyon-nagyon érdekel mindenkit ez a film most, joggal, és hát mondja, hogy majd akkor majd megbeszéljük, lukosban, majd beszélünk a Tillával, és akkor majd meg. Vász, tudtad, hogy ez neked nem fog menni. Biztos voltam benne, hogy valami kellemetlen szituáció lesz, egy picit arrébb húzottam, azt mondja, álljak be valahol előre, és aztán majd csak azt mondom, én álljak be előre, azt mondom, abból egy ilyen kányázás, azt mondom, ez emellett nagyon nagyot koppannék lent a földszinten, hogyha valaki egy picit így zokon venni a dolgot. És akkor feljöttek. Na, fölmentünk természetesen. Ott volt az előtérben már megint 1000 újságíró, rögtön kiszúrták, na, attól megvakultam a vakutól a bal szememre. De menekültem, mindig elmenekültem. Mindig bujkálok előlük. Tudod, ő meg ráadásul, mondom, azért mondom, hogy szegény Viki, mert Viki ugye mit tud csinálni? Ott van a férje elkezd balra oldalazni, újságírók mennek utána, meg a fotósok. Oké, elmegy a férje jobbra, akkor mennek. És mi meg így, mint egy ilyen, hogy hívják, mint az üstökösnek a holdudvara. Tudod, így mint az üstökös farka, így csapottunk jobbra-balra, természetesen alig lett, mert nekem mit kellett volna csinálni, csak beállni a hajós mögé, és nem lát senki. De hogy így viszont állandóan így bujkálni jobbra-balra, így ipjapacsoztunk fél órán keresztül, és ugye az volt a terv, hogy oda megyünk, és akkor majd a Tillával kétszer beszélünk, és akkor besurranunk. Persze, vagy biztos. Megvettük az óriási a patogatott kukoricát, ott állunk tényleg ilyen 3,5 kornyi popcornnal, meg a 3 kólával, meg a nem tudom mivel, és akkor majd természetesen mindenki oda akart menni a Tillához, és mindenki be akart jönni, és bemenni soron kívül, senki nem akart sorbálni. Ki volt az, aki bejutott egyedül? Ti. Balázs bejutott. Okay. Ja, hogy te nem. Mi lemaradtunk a Vikivel. Majd elmondom az én olvasatomat, igen, is, hogy mi volt. Mondom, Balázs hol van? Azt mondja, Viki, szerintem már bent. Mondom, basszus, bejutott, és remélem visszajön. Én remélem, észreveszem, hogy a felesége meg munkatársa nincs nem. Ott mellette. Visszajött, természetesen nem tudtunk leülni. Úgyhogy fél órával későbbi eladásra kaptunk csak jegyet, életet nem jegyet, hát engedtek be minket, illetve ott lett székünk, és a lényeg, hogy így még fél órán keresztül folyamatosan fotóztak minket. Nagyon örültünk neki. Igen, de egyébként nem ott hagytalak titeket, hanem én előesként bementem. Megnézni, hogy van-e hely. Mondom, gyorsan, Tilla, mondom, gyere ide, ígérte 3 helyet, mondom, na, most azonnal le kell ülnünk. Mert mondja, hogy van egy 8-as indulás, meg egy 8:30-es. Az nem jó, mondom, mert babysitterünk, az mondom. Meg a franc már 8:30-es. Fél kilenc, mondom, 8. Bemegyünk, és annyian voltak a terem, hogy már lépcsőn is ültek. Viszont volt egy sor, amit azóta se értek egyébként. Ott oda egy nagyon-nagyon szigorú ember volt. Moziba bemész, ahol ugye mindig teltházan, és egy sor tök üres. Mondom, ez nekünk van föltartva. Tilla, menjél is, csináld a dolgot. Kértem, de itt van 30. Nyilatkozz, mondom, meg vagyunk. Tűzvédelmi szempontból abban a sorban nem lehet leülni. Hallod? Mondom, micsoda? De tűzvédelmi szempont nem lehet. Egy moziterembe, ahol elvileg egyébként teltház van, akkor miért van ott a sor? Mondd meg, ne mondja ezt nekem meg valaki. Akkor ne legyen ott sor.
Tehát itt leültem a tűzvédelmi nem. Készülékeket? De mondom, én gyorsan futok, ha mondom tűz van, én ki tudok szaladni, mondom, hogy fel vagyok. Nem, tűzvédelmi szempontból ide nem lehet leülni. És egy sor, legalább mit tudom, 50 hely, vagy 40 hely, tök üresen. Te hallottál már olyat? Hát egy moziterem mindig amikor full ház van, tele van, és mindenhol ülnek. Igen, még a lépcsőn nincs, hogy egy sort kihagysz, hogy miért ezt a hülyeséget. Meg ilyen mögötte lévő sorból oda be tud ugrani vala, vagy mi? Tehát nem is értettem, a logikáját se érted. Nem, oda huppannak majd le a fáradt tűzoltók. Bementem, hívtam bentről a Janit, aki nézzek, volt telefonodat, volt egy nem fogadott hívásod. Volt. Ugye bentről hívtak, akkor tudom, hogy eltűntem, de ne aggódjatok, bent vagyok. Gyerekek, látom, jók vagyunk. Van fény az alagút, végén lesz helyünk. Igen, de nem volt. Kétogatott gógricot, tudod. Nem tudta felvenni a telefon, mert állandóan az arcomat takartogattam, ahogy hívják alaki doboz popcornnal, meg a vízével. Nagyon kellemes. Szörnyű megvert érzés, amikor bemész popcornnal, ott vagy Tilla. Na most Tilla is jön, segít leülni. Nincs hely, se ez sansztalan. Ő se tudott leülni, egyébként már neki se volt hely. Na jó, akkor menjünk át a 8:30-esre. Átmentünk, megettünk hatalmasakat adagat tartogott kukoricát, megnéztük, és a végéről ellógtunk, mert a végén még ugye bejönnek az alkotók. Igen, megtapsolod őket. Előadás van, Winkler Nóra, hogy csinál ők egy interjút, és akkor mi sötétbe azonnal. Elmondod az ellenkezőjét, mint amit a filmről gondolsz, és akkor... Igen, erre mondom, jaj, Isten, csak ne akadja be a rendezőbe, mert azért ugye nem várod meg a végét, Babysitter 3-11, korán kell kelni, jövünk le a lépcsőn sötétbe, Tilla, a felesége, a promóter, a film főszereplője, mindenki, mondom, bocsánat, nagyon korán kellünk reggel, mennünk kell, ne haragudjatok. Mi van? Akkor már ne jöjjek csütörtökön, mert holnap csütörtökön Tilla lesz a vendégünk. De mondom, megöl a babysitter. Teljesen jó a film, megöl a babysitter. Csak azt nem akarod, csak egy ember van, akivel nem akarsz találkozni kifelé menet. Az ember, aki a filmet készítette, ő mit csinál, ott áll balkészvel, és így lett. Te is beleszaladtál? Hát persze. Mondom nekik, mert én ugye mondtam nekik, hogy mondom, te nem tudom, mit akartok csinálni, én mondok, én ellépek. Oké, elmentem, és utána persze írtam neki, hogy hívják ott egy SMS-t, hogy mondtam, még mindig ott tapsoltok. De aztán kiderült, hogy ők is leléptek. De el kellett jönnünk persze, hát az 11:30 ért véget a film, még ott 11:30-ig ment volna a Jambor, és akkor mondtuk, hogy az nem. Aztán a liftben már összefutottunk mi is jó pár emberrel, akik szintén. Meg az elkövetkező a 30 évre úgyis készültek rólunk fotók, tehát hogy. Megvagytok egy darabig. Na annyira jó, a játék mindig az, hogy mindig menekülök előlük, és mindig úgy állok, amikor fotóznak, hogy pont ne tudjanak. Tehát vagy egy patogató gurítát ezek az arcomba, vagy egy teodórás ásványvizet, tudod, vagy pont elfordulok, és mindig látom, hogy honnan támad, tudod, és olyanok néha, mint egy leselkednek, tudod, mint el akarnak venni egy darabot a lelkedből, minden egyes fotója, mint amikor, és mindig úgy tudok beállni, hogy sose sikerül nekik. Most Most mindjárt, állj már meg egy pillanat, álljátok már a sajtó felé, Jani, a feleségre te lehet fotózni? Miért? Ilyen egy nyilvános sajtóvetítés, gyerekek. Igen, de jó volt, meg kijátszottuk őket. És akkor ilyen képek fognak majd megjelenni a színes napilapokban, vagy a izében ilyen hetes burvár magazinokban, hogy félig elbújva. Nem, olyanok lesznek, hogy ott lesz a Viki, ott lesz Balázs, és ott lesz a popcorn arcos srác. Vagy de csak így félig. Így ott lelóksz a képre. Hívattuk őket egy ideig, de jó félkodon beálltunk a Tillával és a sajtófal elé, meg ketten is a Janival, meg a Tillával is ketten, meg szóval mindenki volt mindenki. De Tilla vagyok jó arcot mondta, hogy na, csináltunk néhány olyan fotót, ami nem fog megjelenni sehol, mert nem fogja lehozni az ERT, nem fog lehozni a TV. Tehát ez se aktív, se fókusz, sehol nem tudom, mondom, Tilla, veled igen, együtt, hogy? Tehát, hogy te ott, én mi itt, sanctalan, majd a mi kettős fotók között. Rak be a családi album. Igen, körülbelül. Na, úgyhogy egyébként érdekes a film, holnap majd beszélgetünk erről Tillával, meg a film főszereplőjével, az egyik főszereplőjével, mert 9 óra után jön hozzánk. Holnap Tilla, ugye 8 óra Biogabi van, így van, 9 után érkezik. Igen. Érkezik Tilla, aki írta, benne... rendezte. Igen. Nagy, ez és nagy dolog. Igen, és világította, és vágta, és dicsőt, és ott is vágott, és szerep, igen, és volt nem elég szerep, hátul állt, volt is. Vannak benne egészen zseniális részek. Tehát, hogy így vannak olyanok, amikor egy picit, nekem van egy kis hiányérzetem a filmmel kapcsolatban, erről majd nyilván holnap fogunk majd beszélni. A végét, de ja, igen, az utolsó 45 perc azért. Igen, fura is értettem, de aztán kérdezik, hogy a felé nem. De vannak rajta sírva röhögés részek, tehát hogy ahol azt érzed, hogy úristen, zseniális. Tehát, hogy, de poénokat nem akarunk lelőni. Nem, mert holnap úgyis beszélünk róla, igen, hát ilyen mozgássérült fiatalokról szól, akik eltöntik. De úgy fogja meg tényleg a témát, hogy nem arról van szó, hogy itt most nagyon sajnáld őket, meg hogy a szokásos hozzáállás, hanem tényleg azt látod, hogy önirónia, hogy viccelnek, hogy röhögnek, hogy tudnak magukon röhögni, meg röhögtetnek közben, hát, van egy egészen zseniális figura, fú,
Igen, ő jó karakter. Nem tudom, hogy jönne holnap. Holnap, igen, holnap beszélünk majd róla, de hát amikor érted, három mozgásra elmegy horgászni. Tehát, hogy azért ez elég erős. Azért ez elég erős. Próbálj ezt egyik bedobni a felekező botot. Nem sikerül annyira. Nem. És aztán kapással van. Tehát, hogy nagyon vicces. Tehát, hogy tényleg jó. Tényleg jó. Na jó, akkor holnap majd átbeszéljük Tillával. Tilla lesz, igen. Mi újság egyébként? Minden oké? Hát, minden más. Srácok, én tegnap kipróbáltam, hogy olyasmit, amit eddig még nem nagyon csináltam, bár nagyon-nagyon szimpatizáltam mindig azokkal, akik ilyesmibe vágtak a fejszélyüket, mert az egyik szomszédunk, hát annyira nem vidám sajnos a téma, de tanulságos, hogy az egyik szomszédunk felhívta a figyelmünket arra, hogy jó lenne, hogyha segítenénk neki, mert hogy el szeretne valonnan hozni egy kis kutyát, amit bántalmaznak azok, akik együtt élnek, és hát és konkrétan az történt, hogy ő elhozta, mi befogadtuk, és tegnap pedig elvittük egy állatotthonba, mert hogy az történt, hogy van egy kiskutya, egy elég apró termetű kis jószág, aki ráadásul vemhes, és hát ugye az ismerősünk azt tapasztalta, hogy egy lapáttal terelgetik az egyébként láncra vert kutyát, ugye a láncra nem is lehet kötni a kutyát, egyébként meg vemhes, egyébként egy apróság, és ilyenkor megy a, hogy hívják, a telitorokból üvölt, és meg a hogy hívják, az azonnal hozzá ki, mert különben izé lesz belőle feljelentés, stb. Mit képzelnek, hogy képzelik, nem szégyelik, stb. És akkor ennek a következtében így nyilván egy picit így volt egy kis bugi a lába, egy kis rinyálás, gondolta féltek a feljelentést, odaadták a kiskutyát, és aztán mi azt befogadtuk néhány nap erejéig, és utána kerestünk neki közösen egy gazdit. Illetve nem gazdit, hanem egy állatotthont, ahol jó kezekben lesz egészen addig, amíg nem találnak neki egy igazi gazdit, aki fel is fogja, hogy egyébként és hogy kell hozzá. A tulaj mit, mert ebben az az érdekes, ez már nagyon szép, hogy te ezt megcsinálod, de a tulaj mit mond, hogy ez itt tök természetes, hogy láncra van verve egy kutya, és akkor izével a lapáttal a bajgatod. Szerintem az a baj, hogy neki igen, és hogy az a szomorú, hogy még vannak ilyen emberek, akik számára ez így elfogadható. Ja. És hogy nem éreznek lelkismert furdalást, amikor ilyesmit csinálnak. Érted? Egy vemhes kis kutyát. De most vesz egy következőt, az a baj, nem? Hát ráadásul még simán benne van a pakliban ez is. Nagyon szomorú történet. Viszont a pozitív meg az, hogy végre azt látjuk, hogy az emberek nem mennek el mellette szó nélkül. Tehát, hogy van valaki, meg vannak valakik, és nem csak a radikális állatvédők, nem csak a tetováltak, meg az állatmentők, hanem meg a, hogy hívják, a védőrség, meg ilyenek, hanem civil, hétköznapi emberek is azt mondják, hogy kikérem magamnak, hogy valaki így bánjon az állatokkal. És oda megy, és becsöngött, és leüvölti a fejüket, és közbelépés, stb. És fellép ellene, és nem érdeklik őt a következmények adott esetben. Szóval egy tanulságos történet volt, de jó helyre került a kiskutya, azért jó helyekre került a kiskutyák, akartam mondani, mert többen vannak. Hogy azért többen vannak, de srácok. És az egészet ugye meg lehetett volna előzni, például a nem várt vemhességet meg lehetett volna egy ivartalanítással, ja, vagy egy esemény utáni injekcióval, stb. De hát ez már nem fog beszélni, mondom, úgyhogy. De jó helyre került. Na jó van, gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Julinak rovata volt, ugye, mert hogy a tankcsapdást is ismételtük 6 előtt, Juli viszont bejött egy bizarr álommal, és erről beszélgettünk, félig viccesen, félig komolyan, hogy mit lehet egy ilyen álommal csinálni, üzene valamit az álom nekünk, és milyen jó megoldás, ha valami olyat álmodunk, amit a való életben nem tudunk megvalósítani. Úgyhogy ezt gyorsan megmutatjuk, közben mondjuk, hogy lehet jelentkezni már játékra, ha valaki kihívna bennünket, agyonverne, megalázna, elpopsizna, akkor nyugodtan jelentkezzen. Jó, hogy állunk játék? 2-0-ra vezetnek a hallgatók. Igen, tehát hogy 2-0-ra vezetnek a hallgatók. Ez nem túl jó. Biztatod, nem tudom nekem. Ez nem túl jó. Na, mutatjuk gyorsan, mi történt velünk tegnap. Aztán a hírek után játszunk, ha játszanátok, jelentkezzetek, mi pedig jövünk, nem sokára vissza. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Belefolytottuk a szótán pinkecskébe, szegénykébe. Ezért nem fog 700 forintot kapni. Nem utalnak neki ezért, mert nem más. 100%-os, tehát 3.50-et írtál, már 3 perc 50-es dalt, és 2.40-nél lehúzod. 2.40-nél a DJ lehúzod, akkor Pink most felsikoltott Los Angeles-i Malibu otthonába. Jaj. Menedzserre lenyomta a stoppert. Hoppácska! Basszus, ez csak 350 bruttó. Igen, ez csak fél dollárból sajnos. Na, hogy áll
nálunk? 3-0, 2-0? 2-0-ra a hallgatók 2-0. Vezetnek. Jaj, de drukkolok nekik, komolyan. Érik az 5-0. Érik az 5-0, és nem magunk ellen drukkolok, csak hogy ne adják föl, és lássák még, hogy azért sebezhetőek vagyunk. Az igazi profi. Úgyhogy ha valamelyik nap, valamelyik játékos még el a hét, de akkor mit csinálunk, elkezdjük szeretni a hallgatókat. Igen, persze, félje, azonnal tudod, mint a szappan. Kihátrálok, már nem tudsz megfogni, már ott vagyok. De tényleg drukkolok nekik, mert azért vannak hetek, amikor úgy érzik, hogy már nem érdemes ellenünk játszani, de most nagy lehetőség előtt állnak, hogy hosszú idő után végre nyerjenek egy hetet. Úgyhogy gyorsan meg is megnézzük, ki a szerdai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Szia, barát! Szia, Jani! Szia, Feri! Szia! Halló, jó reggelt! Ciao, Norbi! Örülök, hogy beszéltek veletek. Szia! Na, hát mi isten örülünk neked, Norbi. Honnan hívtál minket? Budapesten vagyok, ha? Már dolgozol, vagy még otthon vagy? Dolgozom, igen, dohányboltba dolgozom. Hoppá. Aztán gondoltam, ha nem süt a nap, elküldött nektek egy SMS, hát ha játszhatok, és hopp, játszhatok. És tényleg, nem és süt, és tényleg. Hogy fogy a Szofi? Jó, jól fogy a Szofi? Szofi. Van az még? Van még Szofi, tényleg? Nincs már Szofi, nem? Van még egyébként. Van még? Atya úristen. Na, jól van, megtudunk róla többet majd a játékban. Norbi, kivel? Balázs. Gyerekek, ez a, nem a hiti harmadik játékom, vagy második? Igen. Igen. Tegnap is eljátszottam. Tegnap előtt is. Hogy állunk, azt nem tudom. Lemaradtam. Hát 2-0. 2-0 nektek. Nekünk, jó. Igen, nagyon mentek. Tegnap kikaptam. Ja, tegnap volt az a helyes... Túlpörgős nyugdíjas. Cinkék a postaládába. A cinkék a postaládába, és úgy elvert, mint a húzat. Na jó, most visszavágunk. Norbikám, essünk egymásnak, jó? Elsőn neki. Lehet. Na figyelj ide, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Milyen a dohányboltban az élet? Jó? Nagyon jó az élet. Szeretsz ott dolgozni? Tessék? Szeretsz ott dolgozni? Szeretek itt dolgozni. Jó itt dolgozni. De Balázs, kérdezek. Szeretnél? Én is. Jó. Igen. Most olvasztunk, hogy béna vagy. Béna vagy. Meg lehetett volna a hét, ugye? De hát nem is elmondani. És van SMS küldtem nektek, akkor volt a szám, hogy kivéreztetlek titeket. Igen, a szüli elküldte nekem, hogy mit írtál, igen. Igen. Mit csinál? Kivéreztetsz bennünket a hívunk, és mit csinálsz velünk, és mit kapunk tőled? Norbikám, ilyen olcsó trükknek bedőlni, hogy... Hát Balázs, nagyon készítem, megmondom őszintén, nagyon készítem, és nagyon elvéreztem. Pedig jó csata lett volna, mert jól egymásnak mentünk, ez egy ilyen nagy adok-kapok lehetett volna egy ilyen. Nagyon készültem, szerettem volna egy kicsit beszélgetni veled a munkásságodról, stb., de hát nagyon-nagyon belenyúltam. Lett volna miről, ugye ismerik az Van múlt. De hát sose tudjuk. Nagyon örülök, hogy igazából az első SMS küldtem el nektek, és játszhattam. Ennek nagyon örülök, hogy beszélhettem veletek. Mindegy, az SMS szöveget kirakjuk a Facebook oldalunkra, jó? Az a szövege. Az arcképeddel együtt. Lássák azért, hogy nem mindig olyanokat hívunk vissza, akik puhák, hanem olyanokat, és akik nagyon arcoskodnak, mert masszívan arcoskodtál. De mi nem ijedtünk meg ettől. De hát aztán ugye kiderült, hogy... Jó volt veled játszani, Balázs. Köszönöm szépen. Norbikám, rövid volt. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Szia. Hát akkor gyerekek, jövünk azért vissza. Persze. Ez az 2-1, fordítható. A vér nem válik vízzé. Így van. Tehetség. Így van. 5 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, írjetek, küldjetek, ébredezzetek, iszogassatok a kakaót, mi pedig jövünk a hírek után. Most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Aton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk, szép reggelt. Nem is beszéltünk még az időjárásról, Ákos biztos említette, de kicsit elmegyünk egy ekkora zicser mellett. Egy ekkora lehetőség mellett, hogy az időjárásról beszéljünk. Nincs annyira hideg, mint tegnap, viszont szomorkás, esős, borongos idő lesz egész nap. De érdekes, hogy ez most így változik. Ma borongos, holnap napsütötte. Tegnap napsütötte, ma borongos, ide-oda pöckölik az égiek a labdát. Holnap megint gyönyörű szikrázó napsütés, 17 fok.
de ami ennél is fontosabb, hogy hétvégén is egészen jó időt mondanak, és emelkedik a csúcshőmérséklet. Már 20 fok körül. Nagyon 20 durva, fok körül mászunk nagyon újra. Durva, mondjuk reggel felével arról beszélgettünk, mert hogy mindenkettőnket kínos a lumbágó, hogy 9 fokok, tehát tegnap 0 fok. Megérezte már a derekatok. 9 fok, és akkor jöttünk meg Istenem, a derekunkra szorított kézzel, meg a fejünkre szorított kézzel, meg akárhova szorított kézzel. Ki készít minket ez az időjárás? De ez egy szörnyű, de nem normális, hogy mondjuk 9 fokokat ingázik a hőmérséklet két reggel között. Hát igen. Érzed az esőt, a nedvességet. Nem tudod, hogy becsordantottál-e, vagy felé. Ú, gyerekek, ennyire? Ez a B oldal, ez ennyire durva? Hajjajajajaj. Már éved van már. Én már alsót se húzok, minek úgyis húgyos lesz. Én még kilépek az ajtót, úristen. Jézus Isten, nem akarok akkor átkerülni a B oldalra, de vannak már tökén eldobható pelenkák. Hát tegyél föl egyet, és akkor két belőlsz, leszállsz itt, kicseréled. Nem olyan. Szereti, ha lecsorog a lábán. Sose dobnám el én azt a pelenkát. Én kilépek az ajtón, beleszippantok a jól levegőbe, és azt mondom, Bali, megint egy újabb nap, amikor adhatsz. Add oda magad a tömegeknek, és tégy emberek ezreit boldoggá is, és ülj be a kocsitba, és ma megint harcolj a vidámság. A vidámság, és hidd el, hogy megy. Mire azt mondom, hogy maradj már csöndbe, aludnánk. Én 10-re megyek, kussoljál. Újra neki megyek ennek a napnak. Rohadjál meg, köcsök, hallgassál már. Én még így lépek ki az ajtót. Ti már úgy, hogy jöjjön a villamos, és benne pisíjek útközben, és jaj a derekam, és úgy de nagyon na, komoly migrénem van. Bennem még van egy ilyen. Nyugodtan. Gyerünk, Bali. Ma megint éhes vagy a sikerre. Meg az órámra néztem, és láttam, tudtam, éreztem, hogy jönni fog a villamos, és hogy kicsit meg kell szaporázni a lépteimet, de most már nem. Minek, most már tudod, hogy jön a meghúzódjak. Csak szépen, csak lassan. Szép. Én nem tudom. Én még minden napra úgy kellek, hogy egy újabb lehetőség. Egy újabb esély. Hogy ma adjunk megint valamit az ember. Hogy ma megint tegyünk valamit ezért az országért. De hova tovább? Nem tudom. Ezt én se tudom. Ezzel mindig szembesülök. Hogy innen már hova? Hogy ez csak a kapuig tart, amíg ki nem állsz. Nem, hanem hogy hova tovább. Tehát, hogy mit lehet még. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír. Aztán veszünk egy mondatot a taxisokról, mert nagyon... Napok. És pedig négy napok, én fordulok, és aztán nézzük a mérleget, a hallatokat, és a rákokat. Jöjjön egy jó milyen recept. Egyszer csináltnánk egy ilyen reggeli műsor, csak a legnagyobb reggeli közhelyek. Határúton a hotel előbb tűzoltók állnak, és a hotelből mindenkit kihoznak. Ajajajajajaj. Gyökér küldte nekünk. Hungária körút Lágymenési híd felé a Hős utcától torlódik Sisza híd, a Komárom vásártérnél trafi, baleset az M5-ös Szeged felé, Kecskemét mellett félpályás útzár, autó felborult, haladni lehet Tomedli, M3-as bevezetőjén a nullás csomópont után, a belső sáv szélén egy elgázolt őzike van, gyerekek, szakad a hó Zürichben, és Hegyesalomnál az osztrákok egy sávot lezártak. Az milyen, hogy rengeteg országban egyébként, erről beszéltünk, nem, és havazott. Pont hát délután akartam Zürichbe havazott. Menni. Tudom, igen. Egy régi irándulás. A titkos bankszámláidat intézi Zürichben. Igen, találkozom az ügyedemmel. Az offshore cégére. Az régen kurta. Feltettem, nem érdekel a szexuális életet. Feltettem az Instára, mert ugye ott azért más képek kerülnek föl, és csak mondom, ami drága Instás kis családunknak, hogy 104 ezeren vagyunk az Instán, ami azért nagy szó, mert kevesebben Instáznak, mint Facebookoznak. Feltettem tegnap egy képet a taxis tüntetésről, nem tudom, hogy láttátok-e. Igen. Hát én egyszerűen imádom ezt a képet. Ismerem, akik csinálták, ez nem hamisítvány, és valóban elkészítették ezt a képet egy drónnal. Van egy ilyen vállalkozás, ők drónnal csinálnak mindent, és fotóznak mindent, amire szükség van. És tegnap az egyik kollégánk átküldte nekünk, hogy tegnap a taxisok tüntettek az Uber ellen. Bár azt mondták, hogy nem, hanem tiltsanak be mindent, ami ugye arról szól, hogy valaki mondjuk feketén szállít, és nem követi a megfelelő jogszabályokat. Fölálltak a Hősök terére, és hát zseniális. Akinek van Instája, nézze meg a képet. Szóval jobb lett volna a körtér. Jobb lett volna a Móri Zsigmond körtér, vagy a Szél Kálmán tér, ami nem tudom, trapéz alakú. Szent Lőrincnek gilice teret. Ők szerintem egyébként ezt nem tudták, hogy nem gondoltak bele, felálltak úgy a Hősök terére, hogy egy brutális nagy U betűt formáztak a sok-sok taxi, és valószínűleg ez egy-két embernek ott leesett, gyerek, ne a Hősök tere, ott az U betű, csak mögötte és álltam. Dehogy lesz U betű, de Hősök terén mondjuk nem lesz U betű.
fölálltak egy gyönyörű szép U betűben, mire megjelent már ugye rengeteg felirat a kép alá, éljen az Uber, felkiáltó jele, fölülről drónnal lefotózva a taxisok, akik egy hatalmas, ugye a hősök terén egy hatalmas patkó alakba, vagy hát egy U alakba fölálltak, ugye? Gyönyörű. És ráadásul nem is egy szabályos U, hanem tényleg az Uberre jelez, egy picit szögletesebb bajjuk. Az alja ugyanaz, mint ugye? Az ő logójuk. Konkrétan igen. Ugyanaz. Annyira nagyon-nagyon-nagyon jó ez a kép, hogy az valami elképesztő. És ott van már a felirat, éljen az Uber. És mi csinált az Uber tegnap? Azt mondta, hogy oké, majd kicsit olcsóbban mentek velünk. Egyébként nagyon érzik. Nagyon érzik, hogy igen. Hogy kell, ugye taxis tüntetés, nem tudtál tegnap a városba taxit hívni, se közlekedni, teszem hozzám. És azt mondják, oké, akkor majd hívjál minket, olcsóban megyünk aznap. Tehát egyébként zseniális marketing húzásokat csinálnak, nagyon érzik. Igen, nagyon sokat tenniük se kell, mert a taxisok teszik meg egyébként nekik a szívességet, de ez egy, ahogy tegnap például levitték a árakat, ez nyilván egy jó húzás. És hatalmas U-alakban állnak a taxisok. Fönn van az Instán, nézzétek meg a képet, nagyon jó. Nagyon-nagyon szeretem. Mond, mit gondolsz? Azt akartam, hogy én egyébként nem értettem magát a tüntetést, hogy a tüntetésnek mi volt az oka megint, tehát szerintem már átjött régen az üzenet. Tehát, hogy szerintem nem kellene már ilyen tüntetéseket szervezni. Hát ők most azt mondják, hogy ők azért tüntettek tegnap, hogy ugyanazok legyenek a körülmények, tehát, hogy az Uberesnek is le kelljen sárgázni a kocsiját, mint a taxisnak. Az Uberesnek is kelljen áfát fizetni, mint a taxisnak. Az Uberesnek is kelljen vállalkozóit nyitni, mint a taxis. Ők most ezért a döntéshozók a kormány inkább a taxisok mellett áll. Mint az Uber mellett. Szerintem ez már így egyértelmű. Hát igen, tehát, erről már beszéltünk, csak alapon, ha nem, kezelni akkor inkább... szeretnéd, akkor be kell, tehát ha ezt ilyen karhatalmilag akarod kezelni, akkor betiltod az Ubert. Érted? Títsák be! De akkor, mert akkor títsák be. Másképp egyébként, tehát, ha most a taxisok oldalára állsz, akkor ők valóban azt követelik, hogyha nekem adót kell fizetni, akkor kelljen neki is, érted? Biztosan. Az egy másik kérdés, hogy mennyiért viszed az utas, de hát ezt már egyszer kiszámoltuk, meg mutattuk, hogy az Uber pont annyival viszi olcsóbban az utast, mint amennyit a taxisnak elméletileg be kéne fizetnie ugye maga után. Hogyha ezt a helyzetet akarod jogilag rendezni, akkor títsák be az Ubert. Nyilván nem lehet betétlenek, meg nem is kell, mert egy alternatíva is. A helyet, hogy betétlenek az adózást. És egy, igen. És mennyire jobb igen. Lenne. És egyre inkább úgy tűnik, hogy az Uber működik jól. Ennyi. Igen, na mindegy, persze nem is akarok ebben nagyon belemenni, még már nem tudom, hol tart ez a szabályozás, és lehet überezni, nem lehet, szorongatnak, nem szorongatnak, de hogy megtalálták azt az U-test formát, ahol egyébként U-alakot lehet formázni gyönyörűen, hát ez a kép az nagyon furi. Nagyon tetszett. Na, nem tudom, hogy olvastok-e bulvár újságot, de szerintem nyilván hétköznap itt mindenki átlapozgatja, hétvégén kevésbé. Szoktunk. És ugye azt tudjuk, hogy folyamatosan ijeszgetnek bennünket a hírekben, a híradóban, mindenhol. És én már rájöttem egyébként, kezdek gyanakodni valamire, hogy elindult egy ilyen nyilatkozatháború, és mindenki a saját szakmáján belül próbál valami nagyon durvát mondani, hogy felkapják rá az emberek a fejüket, és ő attól kezdve szakmájának azon hiteles képviselőjévé válik, akire te felnézel, és meg tudsz szólalni, és egy tényező lesz az adott szakmán belül. Azt hittem, hogy arra kezdtél gyanakodni, hogy nincsen felsőfokú képesítésű újságírásból. nem akarom az újságírókat bántani, de most éppen azzal riogatnak bennünket, nem tudom, olvastátok-e, mintha egyébként nem lenne elég bajunk, hogy nem sokára, már csak 2-3 hónap és maláriások leszünk. Szóval komolyan mondom, hogy elegem van ebből az állandó folyamatos nyomás alá helyezésből és pánikkeltésből, amikor tényleg, ha esik az eső, árvíz lesz, ha nem esik, asszály lesz és nem lesz szőlő és eper, ha jön a szúnyog, akkor mély jön a szúnyog. Mi az rajtad? Kulacs, lánykor? Lánykor most az van, hogy most maláriások leszünk. De ez nem ijeszgetés, ez nagyon konkrét tényeket. A tigris szúnyog. Mi van? Tigris szúnyog. Ez most a legújabb. Ezt lehet, hogy csak bealoztam. Aha, tigris szúnyog. Néha én azért vizionálom dolgokat. Lehet, hogy ez csak egy fura álom volt? Nem, azt hiszem, tigris szúnyogot olvastam. Nem a tigris pók. Nem a tigris béka. A vér béka. A vér tigris béka. Ami egyébként terjeszti a maláriát. Az úgynevezett vér kurúgy. Tigris szúnyog, érted? Elolvasom és szorongani kezdek. Jön a tigris szúnyog. Maláriás leszel. És ez nem a bulvár újság hibája, hanem nyilatkozik benne egy doki, aki elmondja, hogy ez egy valós
tény, hogy ugye itt ugye most már nagy száraz időszakok vannak, és ezek a szúnyogok, ezek megérkeznek. Honnan jönnek ezek a szúnyogok? Eddig miért nem jött a szúnyog? Nem mintha hiányunk lenne szúnyogból, a tigris szúnyog nem hiányzott, de eddig is jöhetett volna, mert vizeink vannak, ugye? Tehát ahhoz kell a szúnyogból, kell a víz. Igen. De most miért jön? Hát most te szóltál neki? Hogy mert változik az éghajlat, Feri, és eddig ugye nem volt jellemző a Kárpát-medencére az, hogy tigris szúnyogok tanyáznak például a bokrokon, fákon és mélyedésekben. Na de miért jön ide? Pont ez hát, kérdezik. Milyen a tigris szúnyog? Itt, mint otthon? Hát ez az. Igen. Hogy néz ki? Csíkos? Vagy azt csinálja, hogy vagy úgy támad, meg hogy kell elképzelni? Egyetem miért jön ide? Valós veszélye az, hogy most már tényleg mindentől félni kell, és most már nyáron nem arra gondolsz, hogy na megcsípett jó a szúnyog, semmi nem lesz, hanem most már a szúnyog is felkerül a halálistádra, hát, hogy most már, ha kullancs, akkor ez, ami egyébként egy valós veszély, de a maláriát nehezen tudom elképzelni. Én azt is hallottam már, hogy néhány turista találkozott keresztes kabócákkal. Mi lesz a következő? A keresztes kabócák azért korábban még nem nagyon voltak jellemzőek erre az égtájra. Jó, mert én értem egyébként, hogy persze éghajlatváltozás van, és hosszú száraz nyarak vannak, és ez kedvez a szúnyogoknak. Baromira kedves a turizmusnak. Igen, de nem tudom, mennyire valós veszély ez a turizmus. Mennyire valós veszély a turizmusra nézve, hogy nem fognak ide jönni az emberek. De tényleg komolyan mondom, már nincs elég bajunk, hogy mindig ijesztgetnek bennünket, nem? Most a maláriával éppen. Mi lesz a következő? A dengiláz? Valahogy szerintem az van, hogy így be van táblázva nekik így minden hétre, hogy itt tudom én kedden vagy szerd, ki van írva egy ilyen nagy mágnes tábla, hogy nem tudom mi, vagy így egy palatos kréta, színes kréta, valami, hogy szenzáció. És akkor most ezt húzták le. Jellel, és akkor most ezt találták. És hol üti fel eddig a fejét egyébként a tigris? Azt hiszem a Tisza-tónál. Nem mondjuk konkrét helyszíneket, mert rögtön elnéptelen zárjátok. Most nyitnak a hétvégén a strandok, nem tudom mennyire indokolt. Egyébként így az időjárásra való tekintettel, de hogy nem mondjuk ki, hogy Tisza. Mondjuk azt, hogy igen, megnéztem. Na, várjál, hogy gondolkodok. Megnéztem, hogy néz ki, csíkok vannak a szúnyogon. Tehát, hogy nem. Akkor ez tigris. Tigris szúnyog. És hogy jutott el állítólag Európában? Úgy jutott el, egyébként egy ázsiai szúnyogfajtáról van szó. Invazív egyébként, azt mondják, hogy nagyon-nagyon agresszív és nagyon agresszívan terjeszkedik. Dél-Kelet-Ázsiából jön, és konténer szállító hajókat ő megtámadott és megszórt a petéivel. Okos, agya van. Tehát nem ő utazott. Ő nem jön át, mert tudja, hogy nem tud átrepülni. Nem hülye. Hát nem hülye. Azt mondta, hogy kicsi peték. Ha menjetek, bepézet, gumiabron szállító hajókon jön a druk. Hát a gumiabron szállító hajókon jön át Dél-Kelet-Ázsiából, de nem ő, csak a pete. Tehát a tigris szúnyog szereti a gumit. Szereti a gumit. Igen. Bepetézik a gumiabroncs, hogy miért pont gumiabroncs vagyok, nem tudom. És mert azt hoztak. Mi van a Dél-Amerikában? Egyébként simán. Ha dévomatizokat hoztak volna, akkor a dévomatiz hátsülésére petézett volna be, vagy egy kiaszorrentónak a motoráztetője alá. De egy gumiabroncsokat szállító hajókra petéz be ez a nagyon-nagyon agresszív szúnyog. Majd megérkezik a gumiabron szállító Ázsiából Európába, a peték életre kelnek, és azt mondják, hogy kicsi peték, menjetek, repüljetek, szórjátok a maláriát. És így állítólag már nyáron Magyarországon is elterjedhet a malária. Tehát Dél-Amerikából jön? Más, Dél-Kelet-Ázsia. Máshogy néz. De most is megvárja, tehát ha meghallja a hamburgi kikötő harangját, és akkor ki kell egyszer, csak vagy... Nem tudom, de érdekes, a cikk azt mondja, hogy nagyon alkalmazkodó, tehát hogy ő megnézi a pete. A hamburgi kikötőre. Voltam ott egyszer. Igen, a hamburgi kikötőben. Voltam ott. És van harang. Igen. Megjöttek a Homer's Bridgestone ship. Az, na, ugye? Ilyet volt. Tehát tulajdonképpen bevándorló szúnyogok lepik el az országunkat, nem állítja meg őket se kerítés, semmi, átrepülnek, és azt mondják, hogy elkezdjük szórni a maláriát. Aha, invazív. Nincs még elég igazság. Az invazív. Az a vazívnak az ellentéte. Így van. Jön a vazív, meg az invazív. Na, hívjunk föl szerintem, hívjunk föl valakit, aki ért hozzá, és mindig megerősít bennünket, vagy megnyugtat éppen, hogy ez valós veszélye. Ha? Vagy megint csak az emberekre a frász hozzák. Hívunk valakit a Marsótól. Igen. Most akkor hogy védekezel? Leszeded a gumikat a kocsikról? Mert nem az itteni gumikban petézik bele, hanem a Dél-Ázsiából jövő gumiabroncsokat teszi tele petével. És ő már itt nem tud majd petézni? Tehát aki beköltözött ide hozzánk, az már nem petéz?
ik. De hát ez a valós félelemnek az alapja, hogy itt is fog petézni. Érted? És semmivel se védekezhetsz ellen, csak gumibottal, meg paprikasprével. Nem tudom, mennyire valós a történet, hogy állítok a gumiabroncsban megáll a víz. Az esővíz. Nem áll meg. Ő a kikötőbe. Hát a belsőbe, hogy beesik, ugye a gumiabroncsa. Nem egy dzsunkát, ha hozzák, vagy nem, ő a kikötőbe belerepül a belsőbe, belerakja a kis petécskét, majd elrepül, és azt mondja, erígy Pete, utaz. És a kis peték elindulnak. Utaznak, jönnek Dél-Kelet-Ázsiából. Megérkeznek Hamburgba, csapnak egy görbe estét, egy hamburgi kikötőbe, és utána viszont útjukra indulnak. Tehát itt van állítólag a malária. Aha. Na mindjárt megkérdezzük. Itt van Szlávik János, virológus, infektológus, minden egyben. Hello János, jó reggel, ciao. Sziasztok. Ú, de szigorú vagy. Most hát, keltél? Hát nem csak ezekre a szúgyogokra olyan borzalmas dolgokat mondhatok, hogy meg én is megijedtem. Na, vagyis most pont alszol a hír miatt. Pont most akarjuk eloszlatni ezt a dolgot, hogy miért kell bennünket állandóan ijeszgetni, tényleg. Hát azért kell ijeszgetni, mert az emberek a legjobban a betegségektől félnek, mert a szegénységtől, és mind a kettőnek van. De hát ez az egyik kollégád volt, várj, eltűntél nagyon egy picit. Nagyon furán hallunk, a szúnyogok elterelnek. Most itt vagy, itt vagy? Itt vagyok, itt na, vagyok. Na, most jó. Hát egy kollégád volt, csak mondom. De ez igaz, csak ugye a szúnyogok ellen harcolni kell. Tény az, hogy az ázsiai tigris szúnyog megjelenne Magyarországon, de nem szabad azt hagyni, hogy elterjedjen úgy, mint a második világháború előtt. Egy nagyon jó példa erre Brazília. Képzeljétek, Brazíliában 1955-ben nem volt maláriát terjesztő szúnyog, mert az emberek harcoltak ellene, kiirtották őket, szúnyogírtó brigádok voltak, akik fertőtlenítettek mindenhol, és akkor ma Brazília ott tart, hogy mindenki fél, hogy az olimpia idején mennyi betegség, meg zika vírusfertőzés lett. Vérdíjat tűztek ki a szúnyogokra, vagy hogy történt ez? Így van, ilyen brigádok mentek a házakhoz, ugye a szemetek fertőtlenítették, a említett gumiabroncsokat tüntették el, tehát magyarul harcolni kell ellene. Magyarországon is volt malária. És kivárja, tudjuk, hogy van benne két tigris szúnyog. Felemelt kézzel szárnyal jöjjön ki. De hát ez szúnyogírtás van Magyarországon, vagy külön kell a tigris szúnyogot írtani? Nem. Szúnyogírtás van Magyarországon, de szerencsére Magyarországon egyelőre ezek a tigris szúnyogok nincsenek olyan borzasztó módon elterjedve, hogy járványt okozzanak. Olaszországban, Görögországban volt néhány olyan eset, hogy egy vendégmunkás hazajött a Távol-Keletről, megcsipte a szúnyog, és átvitte egy görög vagy egy olasz emberre, és mindenki csodálkozott, hogy hogy lehet, hogy maláriája vagy sikungunya láza van annak a szegény görögnek, amikor életében nem járt a trópusokon. Erre egyébként Magyarországon is meg lehet az esély, de ez borzasztó ritka, tehát erre azért nem kell mit számítanunk. Ugye azt mondják, hogy a fölmelegedés miatt majd ezek a szúnyogok sokkal könnyebben terjednek el, de azért nem jövőre kell gondolni, hanem itt azért 5-10-20 év táblatában lehet erre számítani. Tehát akkor ezen most történik meg, hogy maláriásak leszünk mondjuk Magyarországon, vagy hogy nagyon kicsi az esély erre. Ez csak a nem lesz, csak akkor, hogyha elmész mondjuk valami olyan távol-keleti vagy közép-afrikai országba, úgyhogy ettől egyre nem kell félni. Ja, és mit ír a bulvár újságíró, illetve nem is ő, ugye állatorvos, zoológus, vérfogyasztó jóslata, nyáron idejér a malária. No. Tehát ezt olvasod, ez így jön le már ugye a bulvár szintjén, hogy megérkezik nyáron a malária. Így van, pedig ez nem igaz. Ugye malária Magyarországon 10-15 embernél fordul elő, aki olyan helyről jön, ahol van malária. Tehát ilyen járványok nem lesznek. Ugye a zika vírus most, amitől nagyon félnek, mindenkinek üzenem, zika vírus járvány sem lesz Magyarországon. Hát, az arról kevesebbet hallani. Azzal mi van tényleg? Elülőben van? Vagy, Elülőben van. Ugye arról volt szó, hogy az olimpia idején tél lesz Brazíliában, ami nagyon nem kedved a szúnyogok szaporodásának, de tény az, hogy azért föl kell rá készülni, tehát nekünk is kellett venni teszteket, hogy ezt igazolni tudjuk, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy aki terhes, semmiképpen ne utazzon az olimpiára, mert vagy valaki terhességet tervez, mert ebből azért tényleg nagyon komoly problémák származnak a csecsemőket illetően. Az mondjuk komoly. Igen, láttam már képeket, az nagyon kemény, hogy milyen gyerekek születnek, szegények, nem is nagyon tudtak hosszú ideig mit csinálni. Jól van, tehát egyelőre akkor maláriától nem kell tartani. Maláriától nem, nagyon kevés olyan betegség van, amit Magyarországon a szúnyogok terjesztenek, és ezek nagyon ritkák. Tehát ha valaki lemegy a Balatonra nyaralni, azért ne ijedjen meg, járványos betegséget nagyon nagy valószínűséggel nem fog kapni. Mi újság egyébként, jól vagy? Hát sok a járvány úgy egyébként. Hát ebből élsz, hát örülj neki. Na, hát mi lenne veled járvány nélkül, nem? Hát ez igaz egyébként, meg jó, hogy vannak olyanok, akik ezzel néha foglalkoztatnak, de egyébként az az igazság, hogy mindenféle betegség ilyen szempontból azért egyre több van nálunk is, úgyhogy a fertőző betegségeket nem lehet leírni, úgyhogy
Mi az, amire most így fölkaptad a fejed, hogy ú, de izgi ez, mert úgy viszi az embert, mint a húzat? Mert mindig ezt halljuk tőled, hogy végre valami izgalmas halálos kor. Hát ugye most az IKA a nagy divat, tényleg erről beszél mindenki, meg az olimpia, hogy mi lesz ott, de igazából ugye a hívfertőzöttek száma is lassan emelkedik, tehát vannak azért vírusbetegségek, amik gondot okoznak. Olyan szokott lenni, hogy mit tudom, olyan fél éve egy olyan nincsen semmi, és akkor valamelyik ők kimegy egy kémcsővel, és elejti a morincsimot. Olyan szokott lenni, hogy figyelem a járványügyi jelentéseket, és ha sokáig nem beszélgetek a rádióban veletek, akkor szólok, hogy gyerekek, járvány van valami. Igen, és akkor ebből születnek az ilyen cikkek, szóltak kollégának, hogy valami nyilatkozzám. Balék fölhívjanak, legyen már valami. Nagyon nagy csönd van. Nagyon nagy csönd van. Most nem is, nem nagyon örülnek nekem most a bulvárban, hogy megint ezt mondtad, de ezt a szlávikot ki kéne már csinálni. Basszus, érted, kihúzta a cikkünk méregfogát. Igen, kihúzta a méregfogát, és megint miről fogunk írni? Rúgtak ki valakit a TV2-n, hogy mostanában? Nem, akkor nincs meg a fél év után. Na jó van, jó munkát neked, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Ciao, köszönjük. Igen, ciao, hello. Hány mentes. Igen, hogy tényleg egyébként milyen fura helyzet, hogy annak örül, nem? Hogy annak örül, ha valami történik. Tehát ez a szakma. Hát mert egyébként meg egész ilyen szimulált járványok ellen küzdenek papíron, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ilyenkor ők gyakorlatoznak valószínűleg. Mire gondolsz, hogy hát egy ilyen baszban kimennek a móricra, hát gyakor, és akkor igen, hozzádörzsölnek egy kapuriasztások vannak. Piprekendőt. És akkor mindenkinek időre fel kell rántani a gázmaszkot, meg mindenből műanyag zacsiba beöltöz. Minden héten egyszer megnézik a Dusty Hoffmannal és a René Russoval a vírus című motabáról, ebolláról szóló filmet. Az a csapatépítő. Igen, Lajos, most neked sérült meg a védőöltözeted, jó? Jó, akkor lefekszem, de basszus, adjatok meg egy párnát, rohadt kemény ez a Lohi. Szeretem egyébként, hogy egy szakmát egy mondattal úgy rombolsz le, hogy tehát mint az infektológusok egyébként feltett lábbal, egészen egy szájmaszkal a szájukon egyébként tényleg a Járvány című filmet néznék. Dusty Hoffmannát, hát egyébként mit csinálnak? Unatkoznak, tudod? Hát tűzrendés sem szeretné, hogyha felébredne a vörös kakas. De most komolyan, tehát hogy a tűzrendészek is nem csak a levegőben, hogy na ez az megmondtam, látjátok? Igen. Na jó, a 7:30 pontosan várunk friss közlekedési híreket. Ha van híretek, akkor küldjétek. Jó, ha láttok valamit. Mondom, hogy ez most, hogy a Cseperről kifelé a Szabadkikötő úton az Obinál baleset van, és emiatt van dugulás. Többen kérdeztétek, hogy látunk-e valamit. Igen, szépen a Cseperi bekötő az már dugul vissza. Egészen Cseperig András küldte nekünk. Ákos jön a hírekkel, ha játszanátok Dórival, vagy kitalálnátok mit mondóra, akkor írjatok SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Gyerekek, jó ez az új Hooligans. Komolyan mondom. Nagyon ott van. Öcsém, elindjé. Nem egy tipikus tankcsapda dal egyébként, hát nem? Szóval, hogy azért a fiúk rokkosabban nyomják. Ez egy filmzene is lesz, és ha látod alatta a képeket, meg az egész megy a klipje, ugye a dokufilmnek a zenéje is ez egyben, vagy hát az indító dal, akkor azért jobban megél, mert akkor az úgy visz. Csak ha a dalt hallod, akkor nem jut eszedbe az először, hogy na ez egy igazi tankcsapda. Nem? Nem igazán tankcsapdás. Igen. Ez széles spektrumon mozog a zenekar. Mint egy jó antibiotikum. Így sok van. Mindenre jó. Sok mindenre jó. Szeretjük. Tegnap egyébként itt voltak nagyon jók is. Így van. Beszélgetés készült ezért velük. Ezért utána a megszólalás után meghallgatjuk a Köpök rátok című tankcsapda. Hogy visszajöjjön. A feeling. Hogy meglegyen a feeling. Egyébként volt nekünk egy játékunk tegnap, ugye a Facebook oldalon, rengetegen indultak a felajánlott dedikált tankcsapda CD-ért, illetve a felajánlott dedikált morning show-s ajándékcsomagért. Nem sokára kírjuk majd a nyertesnek a levét a Facebook oldalunkra. Meg lehet majd nézni. János. Kérlek, ne haragudjatok, tényleg csak egyetlen. Vadon család mennyi ezt a tankcsapdát. Így van. Egy srác egyébként, aki konkrétan azt mondja, hogy Fejes Zolinak hívnak. Őt nem merte kihúzni. Így van. Zoli, ne haragudj ránk Szegedről, majd küldünk neked valami vigaszdíjat. Téged sajnos nem tudtunk kihúzni, mert nagyon átlátszanak volna az egész. Családban maradt. Szokatlan dolog, az M3-as a mérőtől áll Gyöngyös felé zsúkülte nekünk. Igen, ez az M3-as kivezető az M0-as csatlakozásnál megállt, több száz méteres sorban állnak már az autók, az okát nem láttam, szembe jöttem, Peti küldte nekünk. Hármas koc van a Feri
hídon Buda felé, emiatt ott is nagy a dugó, valamint a 11-es út is áll Leányfalutól, szerintem a Szentendrei csatornaépítés miatt Stefán küldte nekünk. Igen, az M3-os már a Fóti leágazástól egyébként behalt Fater küldte nekünk, köszönjük szépen. M35-ös Budapest felé Hajdúböszörménynél szintén trafiznak, vigyázzatok, és Veszprémben a Vámosi úton egy autó árokba csapódott, tűzoltó rendőr most érkezett, nagy a torlódás, ezt Andi küldte nekünk. Na, egy helyes kereső e-mail terjed most a Facebookon, és mi nem szoktunk ilyennel foglalkozni, de nagyon tündéri egyébként a levél. Egy kétségbe esett lány keresi az ő sisakos kaméleonját. És hát, hogy a szívéhez nőtt az az aranyos állat. Ugye ilyenkor elindul a megosztás, mindenki küldi, mindenki kaméleont keres, eltűnt a 11. kerületből egy sisakos kaméleon, és nagyon helyes, amit írt, mert azt mondta, hogy mivel ez a faj nem tud nálunk áttelelni, nagyon fontos lenne megtalálni. Tehát, hogy ő már előre gondol, hogy nem éri túl a tavaszt és a nyarat. És a színe nem biztos, hogy az lesz, ami a képen, mert nagyon jól tud színt változtatni. Na, ezért az... ne csak abban keres, amit ő elküldött azzal a színnel, hanem gondolja arra, hogy ő egy színváltoztató kaméleon. És bárhogy máshogy feltűnhet egyébként, sötét, zöld, barna, vagy fekete. Uh-huh. Attól függ, hogy milyen kedve van a kis kamilag. A sisak valamikor mi. Igen. Az, hogy a megtalálónak jutalmat ad. Milyenkor a jutalom engem? Ez mindig úgy érdekel. 5000 vagy 10000 vagy egy kis kaméleon. Igen? Aha. Vagy gyerek kaméleonok, hogyha ő lány kaméleon, nem tudom, de nem fogod tudni megtalálni, mert a kaméleon jól álcázza magát. Ide például föltennéd a mi szürke bordó ilyen borításunkra, vagy mi ez, barna bordó, akkor fele bordó lenne, fele szürke. De hogy tűnik el egy kaméleon? Lehet, hogy fent is van. Lehet, hogy már itt van a stúdió. Kapaszkodik már. Nézd meg, Géci, a sarkokat. Nézd meg, Géci, a sarkokat. Nincs egy kaméleon, és nem veszed észre. Hát azért az valószínű föltűnik. Igen. Hogy tűnik el egyáltalán, kimászik az ők és teráriumából megszökik, és vége lesz a kaméleónak. Lehet, hogy még ott van a lakásban. Hogy nem csak mentünk a planetben, nem? Előbb a tigris. Igen, ma ennyiben nyomjuk, ma abszolút. Ma minden állatról megtudsz mindenféle érdekességet. De egyébként ezek a mínuszok vannak. Tehát ez a kaméleon, ez megfagy. Nagyon helyes a lány. Megtalálónak jutalmat, tehát érdemes nyitott szemmel járni, tehát a környéken írta ebben a kis... És óvatosan lépkedni. Mert lehet, hogy ez nem is csatornafedő. Igen, az lehet nem is egy kis pocki, hanem maga egy sisakos kaméleon. De hogy tűnt el? Hát ez egy jó kérdés. Azt mondta, hogy 9-re hazajok, aztán nem jött. Engem a jutalom érdekel. Aha. Van fotó a tulajdonos lányról? Nem, Anna nem magáról. Fura módon nem magáról tett fel fotót, hanem a sisakos kaméleonról. Jó ronda egy állat egyébként. Hát nem hát, szép. Nem forgatja szép. Össze-vissza a szemét egyrészt. Én se vagyok szép, de mennyi szeretet van bennem? Hol? Nagyon ilyen legbelül. És te is hol sisakos vagy, hol nem? Ugye? Attól függ, hogy mennyire érsz rá. Na, csak megkérdezzük. Mi a jutalom? Tudni szeretném. Érdekel, hát megtaláljuk. Szeretem az állatokat, azért az a jutalom jobban. Aranyos, nekem is hiányozza, de mondja meg, mi a jutalom. Fölhívjuk gyorsan, csak megkérdezzük. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Hozzá lehet nőni, hogy tudsz szeretni egy sisakos kaméleont? Tehát hozzá lehet, hogy egy macska vagy egy őrcsön? Tényleg? Igen, állítólag néz utána, hogy mész a szobába. Uh-huh. Komolyan! Jaj, de szép. Hello, Annát keresünk, Balázs Morning Show, szia, élőben vagy, hello. Hello! Igen, én vagyok. Te vagyok, én vagyunk, Anna, hello. Igen. Jó reggelt kívánunk neked, hello, csak láttuk a kis kereső reggelt. Kis felhívásodat a Facebookon, és annyira helyes ez az e-mail, hogy nem szoktunk ilyennel foglalkozni, de most felhívtunk. Mi a jutalom? Igazán érzékeny. Én arra gondoltam, hogy pénzjutalmat adok ezeket. Na most már Balást is érdekli a téma, így. Ha veszek neked egy ilyet, de többe kerül, mint a... Tehát olcsóban megveszem, mint amit adsz, akkor te megismered? Vagy azon tudok keresni? Tehát mondjuk adsz 10 000 forintot, és én 3000-ért hozok neked egy ilyet. Akkor keresek rajta 7000 forintot. Hát szerintem megismerem a saját kaméleonomat. Igen? Aha. De miről? Arról, hogy van hívó neve. Öcsi, gyere ide. Igen, öcsi. Miről ismered meg? Nem, tényleg? Hát felismerem, egy kicsit másmilyen a feje, mint a többi viselkedéséről esetleg. Ő most kislány vagy kisfiú? Nem figyeltem. Egy kislány. Kislány. Hogy lógott meg? Mit csinált? Hát a teraszon napozott a ketrecében. Igen, egy mohitot szürcsölt. Igen, persze. Nem zárt résmentesen a ketrec. És meglátott lent egy katicabograt, és levetette magát a negyedikre, hogy elcsípje. De nem lehet, hogy ott van az erkélyen, csak nem látod? Ez is lehet. Szegény. Nem, azt már megnéztük nagyon sokszor. Sokszor átnéztétek, hogy nem álcázz el magát. Mi a neve? Van neve?
Igen, van, ez egy kicsit furcsa, mert Putyinnak hívják. Putyin! Putyin is nagy kaméla van. Szóval ő is azért sok minden átment már, és akkor Putyinnak, ha ő hallgat a nevére, tehát hogyha neked van egy kaméleonod, és szólogatsz neki Putyin, akkor Putyin jön után. Vladimir! Akkor ő jön utána a lakásban? Nem hallgat rá. Nem. Nem, egyáltalán nem. És neked vannak érzéseid az ő irányában? Mert nekem ez így nagyon fura, hogy oké, hogy kutya vagy cica, az rendben van, de egy kaméleont hogy lehet szeretni? Tehát te szereted őt egyébként, vagy csak baromi drága volt? Nem, nagyon szeretem őt. Szeretem. Mióta van a tulajdonodban? Hát úgy körülbelül másfél éve. Másfél éve. És hallom, hogy ez most megtört, ugye? Picit, tehát, hogy elérzékenyültél. Hogy letört vagy. Igen. Hát igen, egy kicsit. Elég sokat voltunk állatorvosnál is, meg mindenhol, mert elég kalandos kis kaméleon. Hát mindent megtettem, illetve, hogy életben maradjon, de most meg elszökött. Hát. Olyan hideg van, hogy már lehet, hogy már meg is halt fel. Nem, biztos, hogy nem. Most azért írtunk fel, hogy tartsuk benned a lelket kicsit, mert annyira szívhez szóló levelet írtál és tettél közé a Facebookon, hogy mi nem szoktunk eltűnt kamélonokkal, laptopokkal, csak meg feltört autókkal foglalkozni, de egyszer megesett rajtad a szívünk, mert nagyon helyes. Lehet, meg hát érdekel a jutalom. Lehet, hogy hasonló képességekkel rendelkező kant keresépen, és akkor lehet, hogy ott van valahol az MNB környék. Tényleg, lehet, hogy el lehet hapsítni. Igen. Na, mivel okozunk neked egy kicsit jobb kedvet? Hogy tudnánk felderíteni? Mi hiszünk benne, hogy Putyin még életben van. De annyira fékan. Én remélem, hogy előbb-utóbb a KGB is meg kell megtalálni. Nem volt valami ok, ami miatt esetleg elszökedett otthonról? Nem volt letört, mit tudom én, bezuhant a rubbel, vagy ilyes? Nem, szerintem egyébként ivarzik, és azért ment el. Hát ez az, menni kell. Egy tüzelő kaméleon. Egy tüzelő kaméleon, nyugdíjasok veszélyben. Isten őrizzem minket, egy tüzelő kaméleontól. Egy tüzelő kaméleon, meg egy nem tüzelő kaméleon között mi a különbség, hogy egy tüzelő így tologatja a farát feléd, és kacsinkat hátra? Emeli fel a farcsát. Mit csinál? Hogy tüzel? Hát ugye annyi, hogyha a kamélonok azok elég nyugdíjas állatok, és hogyha mondjuk ivarzik, üzel, úgymond, akkor elég nyugtalan lesz. Felandan, például kaparja a terrárium üveget, hogy engedjem ki. Elvesen forgatja a szemét. Tudjuk oroszul, hogy hol vagy, merre vagy? Ez hogy kell mondani, oroszul? Tehát ez hogy van? Ne felhez, hogy nem tudok oroszul, de tényleg csak a Minyázavút, meg a Kakcsibjázavút, én ezt tudom, nem tudok már. Kakcsibjázavút? Kakcsibjázavút. Tudjuk mondani, hogy így jutsz udá, Vladimir. Így jutsz udá, Putyin. Azért hova mész, Putyin? Ugye az így jutsz udá? Nem, gyere ide. Az így jutsz udá. Gyere ide. Jaj, Anna, figyelj, maradj itt velünk, játszál egyet, hát egy kicsit jobb kedve lesz. Én hallom, hogy te nagyon le vagy törve miatt a kaméleon miatt. Hát nem mondom, hogy egy bitmondórával azért helyre tesszük ezt a dolgot, de hát egy picit jobb kedve lesz. Nincs kedved itt maradni velünk, játszani egyet? Közben lehet, hogy Putyin is megkerül. Mit játszani? Van egy mitmondóra játékunk így 3:48 után pár perccel. Jó. Választhatsz még. Ki kell találnod, hogy ismered a játékunkat? Nem igazán. Nem hallgatsz bennünket reggel? Hát, aki nem hallgatok. És mit hallgat? Zenét? Vagy más rádiót? Nem baj, csak kérdezem, kíváncsiak, hogy zene, vagy egyáltalán semmit. Zenét szoktál hallgatni. Nem baj. Szóval ez egy olyan játék, ahol ki kell találnod, hogy Dóra mit mondott visszafelé. Van még egy városunk, egy szólásmondásunk és egy tárgyunk. És ha kitalálod, akkor kapsz egy ajándékcsomagot. Állat így nincs, van. Mert az a kaméleon volt. Igen, állatunk már nincsen, az de a nem kínos. De van egy balalajka lemezünk. Igen. Na? Jó, akkor legyen az első. Legyen az első. Ez egy városnév lesz visszafelé. Jó, figyelj. Aha. Na figyelj, mutatjuk. Indul az óra, fél percet van. Morámok. Mi lehet ez visszafelé? Morámok. Komárom. Anna! Jobb kedved van, kicsit van egy ajándékcsomagod. Na? Igen, de jó, tök jó. Tényleg? Van benne egy kaméleon. Bizony. De aranyos vagy, igen. Kamélon van hozzá. Na, sajnos. Írjál, ha meg lett Putyin, jó? Jó, írok mindenféle. Dobj egy SMS, nem tudod az SMS számokat, a Juli elküldi. Jó, ha nem hallgatsz minket, jó, nem tudod, és akkor írjál már, hogy megvan. Jó? Jó. Oké, vigyázz magadra, fel a fejjel. Jó, meg lesz. Szia. Szia. Nem lett vidámam. Hol lehet most Putyin? Nem tudom. Komárom futóverseny hétvégén. Ez csak így beugrom.
Igen. Egyébként az arra, amikor elveszett kedvenc állatot, és tudod, igen, nem tudsz rajta nem segíteni. Szegény, sajnálom. Macska nyávog, tehát fölmegy a fára. Persze, hát egy macskát úgy találod meg, hogy nyávog. Igen, hát, miért? Hát nem. Hát, most, hát a halló távolságon belül van azért, de nem jelenti azt, hogy egy nyávog megtalálod. Nem tud lejönni, nyávog, és aztán kijönnek a tűzoltók, leszedik, de egy kaméla, ahol nem csinál semmit, ott áll és forgatja a szemét föl. És akkor még, de hogy veszed észre? Letör egy ágat és rádobja a járókelőkre, vagy mi? Szól, persze, kisgazdájának ilyen rá. Hát ez egy kegyetlen dolog, amikor az ember elveszti a kedvenc állatát. 4 perc, pontosan 8 óra, Ákos elmondja, mi a helyzet a nagyvilágban, jönnek a friss hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatóink, Blink 182, de jó zene ez. Jó, és nagyon vicces videoklip. Jó kis zene, és helyesek, és aranyosak, és jó a videoklip is, így van. Na, viszont zajlik az élet az utakon, és hát tele vagyunk közlekedési hírekkel, ugyanis sok minden történt ma reggel. A Petőfídon állnak a 4-es-6-os villamosok, az utasok gyalogolnak így, pótlóbusz még nem láttam. De jó. Szilvi küldte nekünk, hát reméljük, hogy nem ütöttek el senkit. Minden esetre, aki arra felé megy és vár a 4-es-6-os villamos, az ne várjon. Nem tudjuk, hogy mindkét irányban megálltak-e, vagy csak az egyik irányban, de van egy kis fennakadás a Petőfídon. Az M0-áson a Cinkotai lejárónál a Vidámvásár út irányában. Vidámvásár? Vidámvásár. Aha, Vidámvásár út irányában. Vidámvasárnap, meg van a Vidámvásár. Vidámvásár. Igen, vásárnap és Vidámvasár. Áll a forgalom, Frankie küldte nekünk. A Ferenc körúton a Mester utcai megállónál megálltak a villamosok, és mindenkit leszállítottak. Valószínűleg itt is van a válasz. Sajnos igen, gázolás történt, mentők, rendőrök most érkeztek. Gábor küldte nekünk. M3-as Gödöllő felé a metrónál beállt Robcsi 69 üzente ezt nekünk, valamint a Budai alsó rakpart a Tímár utcától befelé lépésben halad, a Margit hittől sem javul dél felé. Azt mondja, hogy mondjátok be, Léci, hogy mitől áll a Lánymási híd a Fradi pályától. Van egy baleset, a Feri hídom. Így. És megint, nem vagyok rá büszke, de... A Feri hídom mindig történik valami. Van egy baleset Buda felé, és emiatt dugul vissza a sor egészen a Fradi pályáig. Hát ez tegnap is óriási káoszt okozott. Többek között ugye a tankcsapda is elkésett. Mert 2 óra alatt voltak Debrecenből, és majd 2 óra kellett, hogy bejussanak a stúdióba az M3-astól. Aztán itt voltak 20 percet, és indultak vissza Debrecenből. Nagyon sajnáltam őket. Hazaértek. Igen, tehát egy masszív 15 percért utaztak egy 4,5 órát, de hát igen, ha idejönnek időben, akkor egy kicsit többet tudunk velük beszélgetni. A Ferenc körúton már ott ugye leállítják a villamosokat, mindenkit le is szállítanak, úgyhogy erre készüljetek. Így van, azt mondja, hogy a Dél-Budai végállomások és a Korvin negyed között metropótló autóbusz közlekedik, vagy igen, pótlóbuszok közlekednek. Igen. Kaméleon ott tüzel, az onnan tudod, hogy fogy a szén a pincéből. Köszönjük szépen. Megvan Putyin, most nyilatkozik a CNN-nek. Szegény, hát én remélem, hogy meg lesz. Helyes volt a lány egyébként, sajnálja az ember. Olyan messzire nem mehetett el, tehát szerintem ebben lehet bizakodni, tud nem? Tud futni egy kaméleon? Tud, de nagyon, nagyon kimértem. Így, ugye? Ilyen lassan, igen, lassított picit felvételként, tehát tényleg nem lehet messzire. Igen, picit olyan, mint egy jellemző videó. Na, akartam, a futásnak a technikáját elemzik. Akartam még mondani valamit, nem hallottátok ezt a város történetet, csak egy melyiket? Mondat, hogy milyen helyes dolgok vannak azért. Na, milyen A budai vár építését. Ja. Ezt nyilván hallottátok, de nem az a helyes, tehát nem arról beszélek, hogy hanem... Már régen felépítették. Igen, ez már egy több száz éves történet, elmondanám az elején. Igen. Ami de most szafoglaltuk a törökök. De most csinosítgatják, formálgatják, építgetik egyéni ízlésnek megfelelően. A budai vár építésén derült ki, hogy sok minden úgy van angolul, ahogy magyarul. Ugyanis különös feliratok jelentek meg a felújítás helyszínén, és maga a történet szenzációs. Ez egy internetes portál olvasója vette észre, hogy a Karmelita kolostor építkezésénél az építésű területet határoló ideiglenes falon különböző feliratok láthatók. És hogy nem Photoshopról van szó, ezt egyébként több portál is, 444, meg sokan lehozták. És arról szól, hogy... nem tudom, ez ilyen építési hálóra tették, vagy lefették valamivel magát a Karmelita kolostort, amíg építik, ezt eltakarják. És a felirat az, hogy villám csap be a budai Karmelita templomba. Ezt látod magyarul. És ugye hát gondoltak arra, hogy ezt ők felteszik angolul is, hogy értse a turista, hogy éppen mit lát villám a képen. Csap be a budai villám csap be a budai Karmelita templomba. És odaírták alá, hogy same in English.
És ez ugyanazt jelenti, hogy villám csap be a... Tehát ha így akarom mondani, el akarom mondani egy angol ismerősömnek a Karmelita kolostor sztoriát, akkor same in English. Same in English. Várjál, jön a csavar. Az egykori kolostor és a Préjes ház látható megint egy képen, igen, alá oda van írva, same in English. Ezt is jelenti a same in English. De figyelj, szentetős. Ez ennyire összetett kifejezés. Igen. Ugye a same in English, az egy, tehát ugyanúgy mondod angolul, vagy ugyanaz angolul. És valószínű, hogy a fordítónak lehetett odaírva, hogy írja le, hogy az egykori kolostor és présház, majd írja le, hogy ugyanez angolul. Aha. Azt mondta, ugyanez angolul. Same és in English. Beírta, hogy same in English. Az egykori kolostor és présház. Uh-huh. Same in English. Mert odaírták valószínűleg, hogy gyerek, hogy tedd föl ugyanezt angolul. Igen. Tehát ugyanez angolul. Ugye kérték, magyarul, ugyanez angolul. Oké, ugyanez angolul. Okay, ugyanez angolul. Jó, sikám, hogy mondják, hogy ugyanez angolul? Same in English. Tedd föl, same in English. És minden felirat alatt ott van, same in English. Valaki... Villám, csap be Budai Karmelit a templomba. Same in English. Igen. Lajosom, ugyanez angolul. Oké, okay. My Lajos, same in English. My Lajos, same in English. Józsikám, tedd föl ugyanezt angolul. My Joseph. My Joseph, same in English. Az egykori kolostor és présház, uh-huh, same in English. És felrakták. És ez fent volt. Nyilván javították, meg nem akarjuk őket kiröhögni, mert baromi gyorsan. Egyébként javították, eltávolították, hát és felírták helyesen. Hát ez az gyerekek, 10 kézen. Nem, ez a szép. Precizitás, pontosság, katonásság, nekem ez szimpatikus. Gabikám, mit írjak alá? Hát ugyanazt angolul. Köszönöm. Már megyek is. Same in English. Így a kezem alatt a munkat. Jövök, megyek, tevékenykedek. Érzem, hogy hasznos vagyok. Same in English. És kiírták, hogy same in English. Na, ez átment egy fordítón. Átment valakinek, aki ránézett, engedélyezte, átment a nyomtató emberen, aki ezt az egészet kinyomtatta, és átment azokon, akik felrakták. Gyerekek, ez 5 állomás, és egy ember nem volt, aki ezt mondja, hogy... Nem. Nem, azt gondolom, a rendszer... Csak a rövidsége is. A rendszer úgy működik, hogy egyszerűen nem... Tehát te megkapod, és te nem kérdezel. Nem kérdez, csinálod. Nem kérdezel, nem bírálod fölül, hiába van valami felvetésed. Nem, jobb, ha csöndbe vagy, ugye? Most kicsit az egész ország így működik, hogy jobb, ha csöndbe vagyunk. Abban nem lesz baj. Igen. És ez nagyon nagy hiba, és nagyon rossz, de sajnos így működik. Melyik lett belőle a világ? Szerintem a szém. Na, és a Karmelita. A templom. És az English, az a budai Karmelita templom. Ja. De fura. Elképesztő. De aranyos sztori egyébként, szóval helyes. De már kijavították, tegyük hozzá. Ja, és akkor megvan most már az most angol fordítást. Most elvileg ott van, én nem láttam az új fotókat, de... Same in English. Szép lesz. Nagyon. Same in English. Az mindenre. Őrült jobb. Tényleg bármi megtörténhet, nem? Abszolút. Ugye? Szeretjük ezt a történetet. Azt mondja, hogy jó, már jönnek az SMS-ek. Fordított a Vida Ildikó. Trafia 43-as kilométerén az M5-ösön Szeged felé, köszönjük szépen. Ez is a SMS-ben jött, illetve többen kérdezitek, mi van a Szentendrén, egy apró pici baleset, emiatt nem tudtok tovább jutni, illetve a körforgalom utáni kell eljutni, ott a budakeszi körforgalom miatt esik el általában a Szentendrei, de beljebb van egy baleset is. Hungária körút elesett, még jó, hogy titeket hallgatlak, így elviselhető, Dorka, köszönjük szépen. A Hungária viszont a Rákóczi Feri híd miatt esett el. Úgyhogy most minden visszahat mindenre. Aha. Minden visszahat mindenre. Jó, vigyázzatok. Most vele menjünk, mit hogyan tudnál fordítani? Persze, igen. Nem. Tehát akkor, ha van egy étteremben, és akkor a Feri majd kírja, hogy sült oldalas a Rose Pages, és ezt így kirakod? Igen. Rose Pages sült oldalas. Tehát belemenjünk ilyen nagyon durva tükörfordításokba, vagy mit lehetne még kitenni? Elvigyünk ilyen erre, ne vigyünk el, mert lehetne ezt lehetne pörgetni. Mi van hova kiírva, érted? Mi van kiírva Sándor Palota kapucsengőjére? Schmidt áthúzva? Áde. Same in English. Nem az van kiírva, same in English. Na, Feri, mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Igen, same in English? Same in English, de magyarul menjünk bele. Hát bajban vagyok, kérlek szépen, mert meg egy kicsit megremegett a lábam, a hétvégén szombaton ugye elérkezik a pillanat, amióta, vagy amit már 4 hónapja űzök, futok utána, és nem érzem magamban a Jedit, le kéne futsam a félmaratont, ugye ezt beígértem magamnak, és most egy kicsit így 3 nappal előtte azt érzem, hogy bajban vagyok, úgyhogy elkezdtem keresgélni a neten, mert mit csinál ilyenkor a jó felhasználó, ugye keres valamit, egy kis támogatást, és találtam egy blogot, hát figyeljetek. A szőlőcukor.hu Nem, igen, az segít. Igen. Az igen. A szőlőcukor, az jó. Jó, ez segít. Hogyan vegyük le a
rajtszámot, és bújjunk át a kordon alatt, feltűnés nélkül. Igen, tehát hogy igen. Ne vegyék észre, hogy én nem fogok beérni. Igen. Hogy kell szájból szájba lélegeztetni egy nagy darab férfi? A kerülő utak a balatoni igen. Hogy lehet műgipszet szerezni a lábamra, vagy valami ilyesmit? Miért nem ciki feladni? Na, ezek után kezdtem el kutatkodni, na. És rátaláltam. De milyen futóblogokat kerestél, vagy valamit, ami erőt adhat neked? Igen, hogy egy kicsit találj valamit, mert most így elengedtem a saját magam kezét, egy picit azt érzem, hogy nem fog menni, és kéne valami, tehát kellett valami támogatás nektek, nem akartam szólni, mert tudtam, hogy pontosan ezt fogom. Én azt gondolom, hogy jól csinálod. Ugye, hogy pontosan hogy ezt fogom kész, kapni. Igen. Ezt várjál, fogom kapni. Megnézem, hát ha Libliben árulják még az olcsó vigaszok címük. Igen. Annyi, ma Janit megkérdezhettem volna, hogy hol kapok jó csoki tortát Füreden. Hát, igen, az engem behúzott. Most látom, van egy csomó ilyen feladni nem bűn, ne bánd a kudarcot, személyiségépítő könyvek. Tehát azért igen. Tele vagyunk ilyenek, tele vagyunk ilyen olvasanyokkal. Na, és mit találtál? Same in English? A English-ül is, és magyarul is. Van egy DK nevezetű blog, mondom neked, hát elnézést, de ez így szól, Dagadt Köcsögök. Így na, hívják. Hazaértél? Igen. És vagy ennek miért örültél ennyire? Ez egy blog. Ez egy blog. Jézus Atya úristen. Egy fiú kezdte el írni, bizonyos Mós Gergely, aki magát nevezte el Dagadt Köcsögnek. Ja, az úgy azért baráti. És így kezdődött, de most már csomóan vannak benne, és ők mindannyian Dagadt Köcsögöknek hívják saját magukat. Én már egy kicsit most ebből kiestem, hogy így egy 20-as ledobtam, de azért a 110 kilommal még bele tudok tartozni a dologba. És ő mondja azt, hogy az első 4 kilométeren szerinte kezdőként feladni, az nem gáz. Mert na. Az a lényeg, hogy indulj el a versenyen, itt ezt meg is fogtam a DK-t, azt mondtam, hogy az enyém, érted, hogy az első versenyen azt mondta, hogy ő például 120 kilós volt, amikor elindult az első versenyén, nem tudott futni se igazából, inkább ilyen gyaloglós volt a dolog, elindult az első versenyen, és hogyha az első 4 kilométeren feladod, ilyenkor az még sokkal jobb, mint hogyha mikor már fit vagy, egy nem teljesítesz egy maratont, uh-huh. Ami 42. Uh-huh. De miért hívják magukat Dagadt Köcsögnek? Azért, mert ha csak annyit írnának, hogy DK, akkor az összekeverhetnék őket a demokratikus koalícióval, és abból még csúnya megkerések is lehetnek, ami nem célszerű futóverseny között. És itt a DK, gyerekek, politikamentesek, hogy nem, a Dagadt Köcsögök, itt nem fogtok felszólalni, gyerekek. Rossz irányba futok, összöd arra van. Igen, összöd, nem kapsz már, gyerekek, menjél. Hát gondolom motiváló, tudod, hogy azt mondod, saját magadra ezt mondod, hogy te kövér vagy, és mégis akarsz amit tenni érte, akkor ez motiváló. De miért kell egyből ezt egy ilyen kisebbségi, tehát egy ilyen kisebb rendűségi komplexussal kifejezni? Mert az számomra az, hogy egy ember kövér, az számomra nem azt jelenti, hogy Dagadt Köcsög. Vagy az, hogyha valaki túlsúlyos, egyrészt, hogy miért túlsúlyos, mennyi ideje. Számodra, mert kultúrált és intelligens ember vagy. Nem voltam mindig az. Aha, ugye? Azért tudnánk hasonlatokat mondani, hogy nem gondoltam, 20 évvel ezelőtt ezt még nem így gondoltam. Jó, ha értitek, hogy mire gondolok, de most már azért ugye eltelt. 20 év, mielőtt megírjátok, köszönöm, hogy emlékeztetek. Ebben az elnevezés szerint egy óriási adag önirónia is van. Van. Azért fura egyébként egy idő után mondjuk így nevezni magad, mert hogy köztük is vannak már olyanok, akik iszonyatosan jó futókká váltak az évek során, és már minden emlékeztetnek csak Dagadt Köcsögre. Nem? Tehát például a blogírója illetve Köcsögre. Azt értettem. Egyben is értettem, de köszönöm. Ő már egy rakat félmaraton meg maratont lefutott azóta. És azt mondta, hogy őt két dolog motivált, hogy meghalt neki két közeli hozzátartozója, viszonylag fiatalon túlsúly. És a női seggek. Miatt, így van, ez a kettő volt az, és ezzel motiválta magát, hogy saját magát ledagadt köcsögözte, és azt mondta, hogy ő nem akar ez lenni. Aha. Nem akar ez lenni, de annyira jó bejött a dolog, és annyira sokan csatlakoztak hozzá. De hogy ír már... valaki egy blogot Dagadt Köcsögként, ha már nem az? Mert az volt valaha. Hát most, Érted, mit mondod? Most már ez. Tehát most már ex-dagi. Hát... ha valaki olimpiai bajnok lesz, azért írhat a kezdetekről könyvet, nem? Abszolút, persze. Hogyan indultam el a pályán. És most ebből erőt merítettél, hogy van ez a blog? Igen. Két ok miatt, és egyrészt a Dagadt Köcsögözés miatt, másrészt pedig ez a mondat, ez nekem külön tetszik, hogy az első 4 kilométeren feladni kezdőként, az egy csodálatos dolog. Tehát, hogy akkor 4 kilométer az biztos meg lesz, a 21-ből a szombaton, és azt mondom, yes, megvagyom. Én imádnám, ha feladnánk.
jutott eszembe, 3 kilométer után rohadtul átfáradtam, elmentem, bevágtam egy olyan sült bordát ott a büfébe, hogy te, igen, nagyon jó. Fröccsel. Egy laza fröccsel lefolytottam. Egyébként ez tényleg nem lenne rossz, hogy így nyomod a ízét, és azt mondod, hogy 5 kilométer, meg volt gyerekek, nem kell nekem ebből több. De szörnyű nektek, komolyan mondom, szörnyű nektek. Mi szörnyű nekünk? Kinek nekünk? Ez az állandó harc. Hát kell valami, hát. Szóval én nem látok más, mint egyébként kövér embereket, akik nagyon kevés az olyan kövér ember, aki azt mondja, hogy én ezt a testet kaptam, így születtem, megpróbálom elfogadni. Hát szóval, hogy állandó harc, lefogy, aztán visszaíza. Elkezd kapszulát szedni, látom rajta, megint fogyókúrázik, sanyargatja magát. Egy hónap múlva visszajön a jó effektus, megint kövér, megint lefogy, megint kövér. Tehát nem lenne egyszerűbb egyszer azt mondani, hogy végigcsinálni egy olyan tanfolyam, amit azt mondja, hogy nem véletlen vagyok ilyen. Megtettem mindent, nem sikerült, megszeretem itt saját meg magam. Mindent. Hát de ha mondjuk megtettem nem mindent. Teszel meg mindent. Ha megteszel mindent, akkor át tudod. Az esetek 80%-ában át tudod programozni. De valahogy mindig azt látod, hogy visszahízik. Tehát látod, mennyit vagyunk. Hú, de jó, egy hónap múlva, két hónap múlva, megint mert sokszor ugyanakkor. Van, így van, de hogyha valaki az étkezését és az életmódját átállítja, akkor az meg tudja őrizni. Hát. Vagy egy szább élő, mint egyesek, aki ha nem eszik. De ez nem szerencsét, az ember ilyen testet kapott. Hát nem tudod, miért kapsz. Hát 120 kilós testet. Hát nem tudsz. Nem erre gondolok. Hát nem erre. Van, aki kicsi lesz és kopasz, van, aki kicsi és nagyfejű és vézna. Kiről lehet szó? Csak amennyi energiát tesznek bele azok az emberek, akik túlsúlyosak, hogy megváltoztassák azt, amit szerintem az esetek nagy többségében nem mindegy lehet, és persze le lehet fogyni, lehet hosszú távon ilyen életet élni, és tud egy 130 kilós ember 80 kilósan élni hosszú ideig, de a legtöbb esetben azért azt látod, hogy ez egy örök harc, aminek a vége az, hogy basszus nem sikerült, számos kudarc élménnyel szembesülsz, megint visszahívózol, utálod magad, megint fogni kezdesz, és egy ilyen örök harc megy, én legalábbis a kövér emberek, én mindig azt látom a környezetben. Igen, és igazad is van. Ugye nyilván azért megy az örök harc, mert ahhoz, hogy egyáltalán belekerül, ahhoz egyszer el kell engedni a gyeplőt. Lehet, hogy gyerekkorodban, lehet, hogy fiatalkorodban, valamikor egyszer csak te 130 kiló lettél. Hát igen, azért ne felejtsük el, hogy a Feri még egy pár évvel ezelőtt kifejezetten filigrán, egy magas, vékony srác volt. Hát én nem filigrán. Tudom, te melyik Ferit ismer, de azért a kifejezetten filigrán Feri, a maga 1,90 ével, tehát azért sose volt ez a káka belőle. Hát én sose voltam 70 kiló, szerintem gyerekkoromban sem. Azért a mását és valóban, a mása tizet azért úgy mindig súroltam. Abban igazad van, hogy 100 kilósként én vékonyabbnak tűntem, mint 130 kilós kilét, így van. De én 130-ról indultam most el, tehát megint elengedtem a gyeplőt, de voltam már előtte is 130, mielőtt mit mondjuk voltam 20 évvel ezelőtt is voltam 130 kiló, és akkor tehát hogy azt történik, hogy neked, egyszer odáig neked ez a kenyered, vagy ez a zsírod. Na, holnapi címlap, csak mondom, a Jani volt, jó, beszólt. Hát nem szóltam be, én azt mondom, hogy tessék magunkat elfogadni. De te a kopassága miatt szóltál be Janina. Én azt mondom, hogy nagyon sok év megy el arra, hogy az önszeretet és az önelfogadás helyett basszus egyszerűen sok ember, és nem, ez nem azt jelenti, hogy lusta vagyok, nem azt jelenti, hogy nem próbálom meg. Meg kell próbálni, ha sikerül, szerencsés vagy, de ha tizedszerre se tudsz leadni 30 kilót, akkor mondd azt, hogy nekem nem megy, így szeretem magam, elfogadom basszus. Persze nem 130 kilósan extrém módon, de nem tudtam megcsinálni, jó vagyok így magamnak. Ha megpróbáltad és sikerült, szerencsés pali vagy. Vannak kövérek, akik tényleg 80 kilósak, de akkor szerencsés vagy. De látom, 6. fogyókurád, a Lacinak az 50. fogyókurája, elmegy. Hát csak akkor sokszor voltál már, fogadtunk már, körbe mentél a Hősök terén, már nem tudom, mit mentél körbe, bubát tudod. Tehát egy csomó fogyókurát végigcsináltál, és most megint ez a 150. amikor most lejössz, megtartod, nem tart. Érted? Jó, de abban az évben akkor lehet, hogy soha nem hívják a Böller Fesztiválra, mi is ott vezetik. De érdekes volna akkor is. Hány kiló vagy? 100? Nem vagyok. Szóval persze megértem a próbálkozást, és drukkolok, és kell. Csak ha 10. sem megy, basszus, el kell fogadni. Hát de megy, az de a meló. Egyszer megy, csak aztán visszajön, akkor engeded el, érted? Tehát meg csak megtudod. Igen, álltok, itt van a blogírója. Itt van velünk. Hello, Gergő, jól mondom, Gergő. Hello, sziasztok. Hello, Gergő. Ciao, hello, köszi, hogy betelefonáltál. Hello, te vagy a blogírója? Igen, én vagyok. A DK blogírója? A DK blogírója, igen. Az exdokat. Igen, jó ez a DK nektek így? Ma már mindenbe beszőtte magát a politika, biztos jó ez a DK? Most már annyira nem jó, próbáltam megváltoztatni, de igazság szerint nem nagyon sikerült, úgyhogy marad így. Tehát ez most már sajnos így marad. Most már annyira nem jön, mert kiderült, hogy nincs benne pénz, mi? Igen. De szóljál a másik DK-nak, hogy ők változtassák. Igen. Meg. Te voltál ilyen. Vagy legyen együtt veled, az is egy ilyen. Feri bátyám, egy szóra!
Figyelj, te hívtad magad régen dagadt köcsögnek, vagy téged hívtak így, és abból lett eleget, hogy így szólítanak meg, vagy így tekintenek rád? Én hívtam magamat, én hallottam, hogy mit mond a szervel névről, és igazából tök jogos. Én nem gondoltam, hogy valaha ebből közösség lesz, vagy futócsapat, vagy bármi. Egyszerűen magamnak akartam írni egy blogot, ahol magamnak vissza tudom nézni, hogy egy hete mit futottam, hogy engem esetleg ez támogasson abban, hogy menjek le másnap is. De nem gondoltam, hogy ezt valaha bárki olvasni fogja, azt meg, hogy ilyen közösség lesz belőle, meg nem tudom, sportegyesület, meg ilyesmi, meg... Tehát ezt nem gondoltad volna. Hány kiló voltál, amikor elkezdted, hogy dagadt köcsög néven magadnak te blogot írsz? Hát én mindig ezt a 124-et mondom, de aki volt már kövér, az tudja, hogy amikor igazán kövérek vagyunk, akkor nem mérlegelünk. Tehát én találtam magamról fényképet, amin szerintem legalább 130 vagyok. De 130 kiló volt, és hány kiló vagy most? Hát most ilyen 88-90 körül mozgok. Most is van még honnan leadni, de... És ez mióta tart ez a 80 kiló? Mert ugye arról beszéltünk, hogy nagyon sokaknak sikerül, de kevesebb az, aki ezt hosszú ideig meg tudja tartani. A legtöbb ember egy ilyen jó-jó effektustól szenvedve végig küzdi az életét, rengeteg hasznos időt elvéve az önszeretettől és saját magától. Te mióta vagy 80 kiló? Hát szerintem másfél év után. Hát akkor ez már mondható azért egy tartósabb állapotnak. Igen, igen. Itt azért nagyon fontos, hogy a futás az ha életmóddá válik, akkor az nem fog visszajönni az a súly. Tehát nagyon nehéz annyit enni, hogy futás mellett visszahízzál. Tehát ez a fontos a futásban, és nekem ez segített. És nekem is volt legalább 10 évem olyan, mint amit te mondasz, hogy mindent kipróbáltam, és lefogytam, visszahíztam, és akkor azt gondoltam, amikor egy egészségügyi jelzés jön, tehát amikor nem az van, nem az a motivációt, hogy mit én jobb csávó akarsz lenni, hanem az, hogy lát valami konkrét veszélyt, akkor megijed. Nem kötnek veled életbiztosítást. Ne azt mondta, hogy nem kötnek veled életbiztosítást. És akkor azt mondtam, hogy én nagyon-nagyon utáltam futni. Mondom, ha ez nem segít, akkor semmi. Úgyhogy vettem magamnak egy futócipőt, órát, walkment, és fogtam, és lementem futni. És igazság szerint nem tudtam futni, tehát arról szól ez. Mennyit futottál először, emlékszel? Hány métert? Nem is kilométert? Hát ilyen 30 métert. 30 méterre indultál? Azt a mindenit. Nem, hát próbáltam futni. És elmondom, mint ugye régen, elkezdek futni. És ezen nem megy. Tehát fogod magad, és nem kapsz levegőt. És akkor megállsz. És akkor ismerem ilyenkor van két lehetőség. Azt ilyenkor mondod, a Feri mindig bevert egy hagymás tejfölös lángost a Margit-szerűen. Felessel. Nagyon menjünk, együnk valamit. Palacsintát, 20-at! Nem szeretem a palacsintát. Igen. Én láttam egyszer négy vaníliás vattacukorral folytatta le. Igen. Úgyhogy ilyenkor két lehetőséged van. Az egyik, hogy megállsz, és azt mondod, hogy jó, hát akkor nekem úgy sem megy, elfogadom magam, így szeretnek az emberek, nem tudom. Csak a másik meg az, hogy neked fontos valami, hogy lefogy, és akkor azt mondod, hogy másnap is kimész, és harmadnap is, és negyednap is. És én gyakorlatilag az első 5 hónapomban 370 kilométert tettem meg gyalogolva. Úgy, ami után már tudtam 100 métert futni. Utána már 200 métert, utána már 300 métert, és akkor szépen hétről hétre egyre jobban váltotta föl a futótávolság, a sétálós távolság. És a végén másfél év volt, amíg tudtam egyben 5 kilométert futni. Másfél év. Másfél év alatt jutottál oda, hogy másfél kilométert, vagy 5 kilométert fussál. Így van. Tehát azért itt látjátok azt a makacságot, hogy ez muszáj hozzá. Aki hamarabb feladja, a sajnos tényleg az van, hogy vissza fog kízni. Viszont onnantól már exponenciálisan felül. Tehát amikor már tudsz folyamatosan futni, onnantól már azért versenyekre jársz, elkap ez a hív, és onnantól már tényleg nincs visszaút, az életmódoddá válik. És most mennyit futsz? Vagy most mik a távok? Hát most ugye félmaraton maratonokat futok igazság szerint. Azt a mindenit. Most márciusban volt egy ilyen 4 napos verseny, ahol minden nap többet futottunk, mint egy maraton. Például futottuk a Balatont, a 196 km-ben. Keresztül tehát 4 napon keresztül naponta egy maratonnál többet? Tehát itt a napi 50? Maraton, nem tudom, 40-48 volt az első nap. Akkor lefekszel, másnap fölkelsz, megint. Én azért, hogy elmacskásodnék egy picit, tehát úgy. Harmadnap már nem vagy boldog, igen. Tehát ez az egy érdekes kihívás, de erről szól a történetem, hogy nem vagyok különleges. De hát bárki, aki most hallgatja,
meg tudja ezeket a teljesítményt, tehát félmaraton, maraton, vagy bármilyen futó teljesítmény, bárki meg tudja csinálni. Nem vagyunk különleges. Ez egy picit alkati kérdés is, a futáshoz szerintem egy bizonyos terhelhetőség, egy bizonyos alkat kell, aki bírja a monotonitást, aki úgy terhelhető, tehát hogy velem nagyon rosszul élne. És azért tudod, most már rutinos futóként, hogy azért van rengeteg olyan ember, aki 10 éve, 15 éve, 20 éve fut, de mondjuk félmaratonnál nagyobb távot nem fut le. Vagy a maratonig soha nem jut el. Igen, ez nem véletlen, hogy aztán hogy futják le a maratont, hogy csak úgy odaállsz. Azért nem egy hétköznapi teljesítmény, még egy maraton. Nekem egy dolog segít ebbe egyébként, hogy mindig azt benne van a morning show fülembe. De helyes, hogy mindig benne vagyunk a füledbe, tényleg? Igen, igen, tényleg egyébként. Így van, és minél előbb célba akarsz élni, hogy végre kikapcsolom. Egyébként ez tényleg segít, most viccet félretéve, tényleg segít, én mindig azt mondom, hogy kezdetben én sem tudtam futni úgy, hogy a fülemben ne szóljon valami. Mert az emberbe viszonylag ezek a régi reflexek, hogy de utálok futni. Ha valamit beteszel, egy hangos könyvet, egy rádióműsort, egy zenét, akkor egyszerűen úgy megy el fél óra, hogy nem figyelsz rá oda, és a kezdetben fél óra bőven elég, hogy volt megingásod, amikor mondjuk így lefogytál annyi kerül 80 kiló körüli testsúlyra, azután volt megingás, hogy visszahisztál, hogy jött ez egy jó effektus? Hát akkor már nem, mert akkor már annyian voltak mögöttem, hogy ott már nem tudtam, meg én nekem mindig voltak céljaim, maratoni célok, maratonon fussak jobbat, mindig volt valami célom. Tehát nem volt visszahízás. Ez egy fantasztikus teljesítmény, hogy -40%-kal csökkentette a testsúlyát, hogy Noémi mondaná. Az, hogy a -40%-kal csökkentett, az nálam pluszban megy át. Tehát, hogy ezt nem teljesen értem, a -60%-kal csökkent, szénre csökkentett, nem tudom milyen burki fülített. Bocsánat, csak egy reklámra utaltuk. És nem akarod átnevezni ezt a honlapot? Tehát ti most már örök életetekre dagadt köcsögök maradt? Mondjuk, lefolytatok, és akkor eská, sima köcsögök. Ez dagadt köcsögök. Túl szigorú vagy magaddal. Hát ezért ez egy baromi nagy dolog, és reméljük, hogy ez a beszélgetés is inspiráló lehet sokaknak, akik tényleg nem akarják ezt úgy elfogadni, és mondjuk extrém kövérek, mert én az önelfogadást nem is arra mondtam, valaki 140 kiló, és már viszeres a lába, és egészségügyi problémái vannak, hanem egyszerűen mondjuk 90-100, és úgy érzi, hogy ő ettől boldog. De hogy ez így marad most már? Tehát ez a blog? Az igazság, hogy nekünk lett egy sport egyesületünk tavaly, lett átnevezve, és úgy hívjuk, hogy Hústej és Sport Egyesület. Ja, azt megijedtem már, hogy is a dagadt köcsögök SE, tehát hogy ezt így viszitek hát tovább ezt a gondolat. Ez az, hogy azt nem jegyezné be a bíróság, viszont ekkor én De bíró, én vagyok. Igen? Igen. Ekkor én próbáltam azt mondani a közösségnek, hogy gyerekek, akkor mostantól mi legyünk Hústej is közösség. És hát komolyan mondom, fél órán belül vissza kellett neveznem, és mindenkitől elnézést kéne, hogy bocs, mert olyan reakciók jöttek a tagság részéről, hogy egyszerűen az identitásuk része már az, hogy ők tényleg a dagadt köcsög team tagjai. Hogy megijedtél ettől a szótól, egy pillanatra úgy érzed, hogy megrémült, hát te találtad ki, ez a te oldalad, a te blogod. Meg olyan drága volt a póló, most nagy egy újat vetes meg velünk el. Mi lesz a merchandising-gal, érted? Újat kell nyomni. Na jó, hát ez nagyon helyes történet. Igazából köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad, betelefonáltál, Gergő. Reméljük tényleg, hogy a te példád is, ez a beszélgetés azért sok embernek adhat erőt, aki éppen azon gondolkozik, hogy basszus, kéne már valamit csinálni. Inspiráló. És hogy hát ha neked sikerült, akkor azért ez sokaknak sikerül. Hát, ha nem is a futás, hanem bármi más, amire rákattan is, amiben egy kicsit megpróbál kiteljesedni. Én kerülöm egyébként a Gergőt, ha látom futóversenyeken, mert engem inkább frusztrál, mint inspirál már. De mi ilyen pólóba futtak, te megismered őket? 130 kiló volt, és csak a hátát látom folyamatosan. Igen. Mi a következő? Hol indulsz most, Gergő, tudod? Szombaton Ferivel a félmaraton. Na, de rendes igen, igen. Tehát mi most pont ott edzőtáborozunk, úgyhogy a csapatunkból 34-en fogunk indulni a versenyen, úgyhogy majd drukkolunk Feri, neked is. Mindenki DK-s pólóban? Szerintem igen. Mert nem ismerlek akkor benneteket, DK-s. Csak nehogy aztán Feriére álljon, és aztán szónokoljon nektek. Már nem a Feri, a másik. Ja, a másik. Köszönöm, hogy itt mi nem azok vagyunk, ne köszönöm. Jól van, Gergő. Na, hát akkor sok sikert neked, helyes történet volt. Köszönjük, hogy elmondtad. Ciao. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. DK. Ez inspiráló. Nagyon. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk, a hármasugrást mutatjuk, hogy mi a beugró, jó? Úgyhogy figyelje mindenki, mindjárt itt vagyunk.
9 perc múlva pontosan 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes beszélgetésünk volt Gergővel, aki egy blogot ír, a blognak ugye elég érdekes neve van, de nem is ez a lényeg, egy nagyon motiváló beszélgetés volt, ugye ő 124 kilóról indult, és hát elkezdett fogyni, és ma már 80 akárhány kiló, félmaratont, maratont fut, nagyon és komoly. Megváltozott az életem. És, de valakinek ez mennyi, valakinek nem? Én még mindig 165 vagyok, csak centiben. Így van, így van. Így van. És ez már nem is akarsz rajtam. Nem vagyok elég erős fejben. Jó reggelt, köszönöm a mai beszélgetést. Hónapok óta próbálom rávenni magam a futásra, bár elhízva nem vagyok. Versenyszerűen futottam, amikor a fiam született, 25 éve volt, tavaly nyáron történt egy nagyon nagy baj, és ez nem tud kihozni semmi a bánatból, ezért arra gondoltam, megint elkezdek futni, húztam, vontam, máig veszek egy futócipőt, és elkezdem. Köszi, veri, szép napot nektek. Ezt Andi küldte nekünk. Aztán én is nagyon szeretnék futni és fogyni, nem akarom, és nem akarom elfogadni, hogy nem megy. Két gerincműtétel után azonban sajnos tényleg nem. Küzdök, de nagyon jött az SMS. Heti 4 alkalommal edzem másfél órát, és 1 kilót nem fogytam, étrendet változtattam, és 4 hónap alatt 25 kiló ment le. Nincsenek, persze, nincsenek itt általános szabályok, mindenkinek a saját testét kell megnézni. Nem igaz az, hogy a kövér embernek azt a nagy testet adta a sors, bár hát nincs igaz, és ebbe bele kell törődni. Én nem vagyok nagy evő, de látom, hogy a kövérnek mennyi bődületes mennyiségű ételt fogyasztanak. Hidd el, hogy nekik is baromi nehéz, de tehetnek róla. Nem, én szerintem félrement, amit én mondtam, szóval félreértettitek, csak elmondom gyorsan még egyszer. Én nem azt mondom, hogy ha te 100 kilós vagy, mondasz, hogy 100 kilós vagyok, egyél, így áll, és ne csinálj semmit, és hajd meg 40 évesen szívinfarktusba. Én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy persze az, hogy az ember dolgozik rajta, hogy soványabb akar lenni, az jó, hogy sportol, az jó, de ha nem sikerül, minden megtett. Nem kell feladni a sportolást, kell csinálni, csak közben nagyon sok erőt fordítasz magad ellen, hogy utálod magad, hogy gátlásos vagy, hogy nem fogadod el a jelenlegi élethelyzetet, és küzdesz valami ellen, és azt szeretnéd, hogy úgy nézzél ki, nem tudom, mint Arni. Tehát közben lehet próbálkozni, kell sportolni. Nem azt jelentem, hogy legyetek tunyák, ne sportoljatok, és mondjátok, 100 kiló vagyok, nem csak semmit, gyere, együnk valamit, dehogy nem. Csak közben fogadd el, hogy 100 kiló vagy, mondd azt, hogy szeretnék több lenni, de szeretem így is magam, ha sikerül, több leszek. Tehát ez egy nagyon nagy különbség a között, amit valójában értettetek, hogy fogadjuk el magunkat, tetszenek semmi, dehogy is dolgozz rajta, de ha nem sikerül, vagy nem annyi, akkor is tudd azt mondani, hogy azért nem, én így jó vagyok magamnak, igen. Szeretem magam, szeretnék soványabb lenni, megteszek mindent, de ha nem sikerül, vagy csak egy év alatt, akkor is fontos, hogy az ember ne fordítsa saját maga ellen a saját tudatát, és mondja azt, hogy ronda vagyok, kövér vagyok, nem szeretem magam. Az elfogadás az nem feltétlenül kudarc. És nem feladás. Tehát nem azt mondom, hogy nem mozog, és add felé zabály, dehogy is. Csak közben ne az legyen, mert sokkal jobban rombol, mint azt. Én egyébként ebben az egészben azt utálom rettenetesen, hogy sokszor ez, hogy az ember így gondolkodik magáról, meg hogy elégedetlen magával, az nem is a saját belsőjéből fakad, hanem a külvilágból. Tehát, hogy azok az elvárások nyomasztanak téged, amik vélt vagy valós elvárások a környezetedből. Hogy valaki azt gondolja, hogy nem normális, hogy te ekkora vagy, nem normális, hogy ekkora pocakod, nem normális, hogy ennyi felesleg van rajta, nem normális, hogy 180 centi vagy, de egyébként hogy hívja. Ja, mondjuk 180 centi, nem mondjuk 150 centiméter vagy, és ehhez vagy 80 kiló, nem normális. Az a normális, amit te normálisnak gondolsz, amiben te jól érzel. Hát, hát igen, csak az, sokat amit... csesztetik ezzel az embert, hogy nyilván erről beszélek. Utóbb, ugye az erről beszélek. Fiam, tehát, van egy azért egy nagyon nagy sportolás hullám, mindenki megint fogyókúrázik a címlapokról. Igen, a címlapokról szép pacsik, szép nők néznek vissza rád. Na, ez ki van gyúrva, mindenütt nagyon vékony. Ez a csapda egyébként, ez a jön a nyár. Ez minden hát, évben előveszik. Igen, de nem lehet egy nyárra lefogyni. Tehát, hogy nem lehet, nem is egészséges. Igen, nyárra lefogy. Tehát az állandóságban, a rendszerességben van az igazi erő, és az is az egészséges. Gyerekek, ez rendszeresen kevesebbet, hogy nyárra. Hú, hogy a strandfazon. Pedig a kövér ember szebben fönnmarad a vízen, csak mondom. Figyelj, ez egész nagyon félrecsúszott egyébként. Tehát kimész a... Kimész a Balatonra, vagy kimész az utcára, és azt látod, hogy naptejreklámok, gyönyörű napbarított vékony nőkkel, hogy nem tudom, hasfeszítő, nem tudom milyen gyúrógép, brutálisan kigyúrt palival, és szorong, amit kezdesz, hogy rosszul nézel ki, nem? Tehát minden reklámban, igen, mindenhol minden tényleg arról szól, hogy legyél vékony nő, legyél szép pasin, kigyúrva, és akkor milyen jó. Tehát az egész, a kommunikáció nagyon félrement. Mindenki szorog, mert nem úgy néz ki, mint amilyen címlap lány neked visszanéz az óriás plakátról. Ez egy őrdületes, bődületes csapda. Nem a saját elvárásaid magaddal szem. És nem is biztos egyébként, hogy jól érzed merre magad, mert megvonsz magadtól egy csomó olyan kaját, egy csomó olyan ételt, egy csomó olyan tevékenységet, amik egyébként téged a boldogság hormonokkal töltenek el. Például, mint Ferit, a vattacukor. Így is van. Így. Nem eszel vattacukrot, mérges vagy, ütni akarsz. Ütni akarsz, nem tudsz. Azt mondom, hogy zapszeletet azzal az arccal nem lehet reklámozni, hogy a Feri eszi reggelenként. Nem is. Már leszok.
leadtam a zabról, nem megy. Azt föladtam. Érted. Tehát, hogy de tényleg mindig a környezetnek az elvárás is. Ezért sokan egyébként mindenféle dolgot így hajlandók bevállalni, úgy, ahogy például említetted a kapszulákat. Valaki az egészségét kockáztatja azért, hogy egy picit jobban nézzen ki, idézőjelben jobban nézzen ki. Tudod, hányan eszik ezeket a fogyasztó, ezeket a dílerektől kapható vérnyomás, meg pulzusszámot, megemelő fogyasztó kapszulákat? Hányan eszik, csajok is nekem a környezetemben? Nagyon sokan. És hirtelen nem érted, hogy miért fogy annyit. Lila a bőrszíne, zöld színű, érted, de veszi az aluljáróban a különböző dílerektől, mert Magyarországon nem lehet kapni, hogy ő vékony legyen. Hát micsoda önállítás. Nem? Az. Majd abba hagyja, és abban a pillanatban ugyanúgy visszaugrik rá, azonnal 8 kiló, ugyanis a szervezet elkezd raktározni. És akkor megint elkezdi szedni, majd megint rá. Normális. Szóval teljesen beteg a dolog, ha belegondolsz. Még a srácok is ütik magukat mindenféle ilyen szutyok szerrel, azért, hogy 5-10 centivel vastagabb legyen a karjuk. Őszintén, kit érdekel, milyen tétje van annak, hogy milyen vastag. Hát, na jó, azért tesó. Nézz ide. A büdös rohadt. Azt a kutyafáját. Na, mutatjuk. Azt nem a combol. Csak fölcsúszott. Mutatjuk, milyen a beugró. A hármas ugrásra figyeljetek. Jézusom. Már le is ment? Igen. Gyors volt. Írjátok meg, mit hallottunk, jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ha szeretnétek hármas ugrást játszani. Mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, 14 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát, voltam kint, ez nagyon szomorú, ami kint van. Hát ez... Na, ez egy novemberi időjárás, nem is április. Kicsit begyújtasz ma, egy kockás pléddel körbecsavarod magad, leülsz a kanapéra. Ugye ez körülbelül ez? Ennyit tud a mai nap, nem? Igen, ezt így azért 4:10-kor látva a dugót, és a rohanó embereket, és az iskolába, munkába igyekvő embereket nagyon nehéz elképzelni, de jó lett, de este egy kandalló mellett, egy pohárborral a kezem lesz, meg lehet csinálni. Ez a 7 fok, eső. Orra ülsz az olajkályha mellé, magadra terítesz egy kockás plédet, felteszel egy zárajavámos, egy bakelitet. És begyullad a kockás plé. Vannak ilyen ideák, amiket az ember így kerget, és ez nekem mindig egy ilyen. Tehát ez a maradj otthon hétvégén, csavard be magad egy paplomba asszonykáddal, és nézd sorozatokat hosszú órákon keresztül. Így ülj le egy karosszékbe egy forró kakóval, és nézd, ahogy esik az eső, és örülj neki, hogy a kisunokak játszanak a kandalló mellett. Tehát ezek nincsenek valójában. De hogy nem. De. Én már egy csomó reklámban láttam ilyen jeleneteket. Igen, amikor a nagypapát ingatják, ég a tűz, és akkor mondja, a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Egy chipset nagypapi, nem? Tehát, de hogy ez valójában nincs így. Dehogy nem, hát itt van nagymama is. Szép napot, Újpest és Rákospalotai vasúti átjáró Szerencs utca 20 perccel lezárva. Óriási dugó, mindenki kerüljön, Vegetta küldte nekünk. Kis tartsámulás, Békás megye, jól járható hatóság mentes szélvédős Feri üzeni. Győre megy, Arabon a Pienőtől Pest felé beállt a pálya, körülbelül 2-3 kilométeres a kocsisor. Ezt Kiki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán, igen, írjátok, hogy mi lehet az ok az M1-es dugónak, ugye Arabon a Pienőtől. Ott útjavítás van, és emiatt. A pihenőnél kezdték, és 3-4 kilométeren keresztül javítják az utat, emiatt van nagy dugó. És ilyenkor mindig van bámészkodó lassuló, így van. M5-ös Újhartyányi lehajtójánál Szeged felé mérnek a rendőrök, Marci küldte nekünk. És Békés Csabán a Lencsésiről a városból kivezető körte soron a szokásos helyen a fűzfa alá elbújva megint mérnek. Kerepesi út, elesett Őrsvezértér, keleti pályaudvar 45 perc. Atya úristen. Kisbér belterületén nekiugrottak a belvárosban lévő kereszteződés körforgalom átalakításának, lehet egy kis torlódás, fennakadás, pitty-puty az áthaladás során, ezt Jancsúr küldte nekünk. Köszönjük. Mi a helyzet a perseinkkel? Hát semmi. Az, semmi. Ez annyira fura ez a dolog. Azóta se került vissza, igazából semmi hír. Gyakorlatilag semmi információ. Hírzárlat van az ügyben, ahogy azt szoktam. Nagyon fura, tehát ez a majd mi levesszük az új lenyomatot, mondtuk mi. Erre mondták, hogy nem, majd mi levesszük, és elvitték a perseit. Megsemmisült, fogadjunk, az lesz a vége. Nagyon gyerekek, fura. Hogy minden megsemmisült. Kicsit megijedtek volna azért ettől, hogy majd mi levesszük a Celluxról az új lenyomatot. Ugye a takarítósok vitték el? Igen. Hogy majd ők. Igen. Nem hozták vissza? De azóta nincsen róla semmiféle hír. Semmi információ. Voltak ugyan, aranyosak voltak, hoztak egy másik perselyt helyette. Kedvesek voltak. Ezt már tovább ajándékoztuk azóta.
Hát azzal nem nagyon tudunk mit csinálni, igen. De hogy nem. Nem. Hm. Hát. Te szép kis... A régi old baj nem maradt sem. Hallottátok, hogy betiltották a hereszárítást egy izlandi úszodában? De nem áll. Hereszárít? Egyik olyan nagyon helyes a történet. De miért? Hogy szárít a hajszárítóval, képzeld el, csak hogy Izlandon is történnek azért furcsaságok. Szeretem ugyanis, az izlandiakat. Kiírták hatalmas betűvel, hogy az úszodai hajszárító nem hereszárító. Kiderült, hogy ez egy izlandi labban jött le, amit azóta átvett az izlandi bulvár, és imádják. Egy izlandi úszómesternek elege lett abból, hogy a vénemberek egyébként így fogalmazott, tehát nem mondom, a vénemberek a hajuk helyett a golyóikat szárítják a hajszárítóval. A mert ugye a következő, a vénvikingek így van, a következő látvány fogadta őt, amikor bement a férfi öltözőbe. Idős 78 éves apukák spárgába fölmenve az egyik lábukat pipiskedve próbálták felrakni a pultra, jobb kézzel egyébként finoman elhúzni az acsit, bal kézzel pedig a hajszárítót egészen közel nyomva, úgyhogy még ne okozzon égési sérüléseket, szárították a golyzlit. És kiírta nagybetűkkel, hogy Lóhere, az uszodai hajszárító nem hereszárító, same in English, ugye? És hatalmas vihar lett belőle. Napok óta állítólag ezen lovagol a bulvár sajtó, Izlandon is, és a nemzetközi bulvár sajtó is, és mindenki erről beszél, hogy az öregek nem szállíthatnak herét. De miért szállítanak? Ez egy érdekes dolog, de láttam hasonlót. De figyelj, hogyha nem ér össze, mint a híres Freskon Ádám teremtésénél a két új, akkor mi a probléma? Tehát engem nem zavar, hogyha valaki szárítja a heréit. Hát most képzeld el, hogy föl van rakva a falra a hajszárító, igen? Ami úgy van megoldva, hogy a hajadat, tehát mit én 160-tól 190 centig érjen. A heréd viszont 100-nál van, tehát azt valahogy föl kell tornázni, ezért ott áll az öreg, és így próbálja fölnyomni az acsiját a hajszárítóig. Normális? Hát, szerintem és te ezt látod. De nincsen ezzel szerintem semmi gond. Hát mindenki a saját igényeinek megfelelően használja azt a hajszárítót. Én szörösebb vagyok alul, mint felül. De mered, akkor ott áll a bácsi, szárítja. Több hajam van. Ott áll a bácsi, szárítja, beállsz mögé, várod, majd átadja neked, és finoman te meg hajat szárítasz el. Azért ez valóban fura. Ez valóban fura. Tehát úszodában lát ilyet az ember, azért ott nagyon sok fura dolog történik. Hát a fürdőruhát szoktak szárítani, de azt is már azért akkor, igen, amikor, nem amikor már leveszed, átöltözöl, megtörölted magad, fölöltözöl a rendes ruhádba, és akkor mondjuk a fürdőgatyádat át szárított, hogy ne vizezzen. Jó, de mennyire elfogadható például azt, hogy bemegy a szaunába, és nem terít maga alá török között? Hm? Sok ilyen van, ami ugye gyúróteremben, szaunában, öltözőben, uszodában ugye hozzátartozik az etikethez, de mégis szörnyű dolgokat látsz. Szörnyű dolgokat. Tehát, hogy én láttam pasit a gyúróteremben, mert sokat nem járok oda, nem annyira az én közegem, aki vidáman úgy sétált be egy borotával egyébként, és ezt végignézett, hogy mész zuhanyozni, és ott áll emberünk, jobb kézzel ugye picit nyújt azért a cuccon, hogy azért mégis csak ne okozzon sérülést a borotvárás, bal kézzel pedig finoman elkezdi borotválni. És ugye arra gondolsz, hogy tesó, én értem. Aha, de hogy azért, tehát ugye utána másoda beáll zuhanyozni. Nem egy ilyet látsz. Vagy például, amikor beáll a pasi zuhanyozni, saját szememmel láttam ezt is. Engedi a vizet, még nem jön semmi, de ugye a pavlovi reflex már elindul, hogy közben. Nem, hogy oda pisil. Ugye, tehát összekötötte volna a zuhanyzást azzal, hogy ő közben zuhanyzik, és láthatatlanul ugye pisil egyet. Saját szememmel láttam, hogy milyen az, amikor úgy áll be egyébként egy zuhany fülkébe egy konditerembe, hogy megnyitod el, lassan írod, de közben már ugye hát elindult a dolog. Nem tudja tartani. És ezért van egy ilyen pici kis fáziskésés. És először pisil, aztán érkezik, aztán érkezik meg a zuhany. Igen. Ugye alibiként megcsináld, akkor nem veszi észre senki. Na de azért előtte. Hát szóval ehhez képest egy hereszárítás az izlandiaknál, hát, nem? Igen. Ez nem is előfordult már egyébként például olyan zuhanyzóban, ahol nyilván rajtam... Konditeremben vagy úszodában? Igen, hogy még nem hallottam a zuhanynak a hangját, de már jött át valami meleg. Súra színű volt, ugye, picit. Igen. Szóval, hogy... Közös zuhanyzó volt? Közös, tehát olyan volt, az ugye, átfolyós, igen, az alja nem voltak ilyen kis párkányok, amik elválasztották volna egymástól a zuhanyfülkéket, hanem csak egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen paravánszerűség, és akkor alatta ugye, még nem hallottam az olynak a hangját, és már valami már jött. És akkor tudod, hogy elkezdesz ott, hogy hívják, hogy a pipiski néger, a hattyú halálát ott rüsztön, tudod, vagy ilyen. Igen, egy láb megemelve, igen. Mondjuk azt én is csinálom magammal, hogy amikor kiszállok mondjuk a fürdőkádból, vagy a zuhanyfülkéből otthon, akkor bekapcsolom a hajszárítót. Hogy melegítsen. Nagyon, tehát azt próbáld ki, ez egyébként egy szenzációs dolog, hogy nem törölközővel száradsz meg, hanem hajszárítóval. De az kellemes is. Ez egy nagyon jó dolog, ugye állsz frissen zuhanyozva, és hajszárítóval szárítod. De agyon fog verni az áram egyszer benneteket. Nem, hát nem tudod. De nem csináljuk. Nem egyszer csináljuk. Azt hittem, hogy egyszerre meg. De külön az nincs, amit a... És fogod magad is.
Az izlandiak csinálnak, hogy fölteszed a lábadat a pultra, és akkor ott ezt ők csinálják. Csak fogod a hajszárítót, a nyakadat, a hasadat, megszárított hajszárítóval. Ezt nagyon sokszor csinálom. Én őszintén szóval mindig menekült ezektől a szituációktól. Jaj, a köldök, ezt kifogadtam. Nem át újzás után már nincs, de csapatod magad a meleg levegővel, és sokkal valahogy egyszerűen kellemesebben száradsz. Igen. Ez a fajta akkurátusság, precizitás, ez otthon, ez elfogadhatod. Én megmondom nektek őszintén, mindig menekülök az ilyen helyekről. Tehát, hogy amikor azt láttam például alkalmanként, hogy valaki tényleg ilyen nagyon-nagyon lassan kimérten, tényleg nagyon alaposan, nagyon odafigyelve magára szárítgatja magát, törölgeti magát garbó alatt és fölött is, értitek, ugye? Akkor picit zavarba jövök. Tehát, hogy mert én mindig gyorsan elintézem, aztán, hogy ha esetleg ilyen helyen vagyok, nagyon gyorsan elintézem. Gyorsan kapott föl a cuccot, hogy ne legyen sokáig mesztelen. Igen, de valaki megáll a tükör előtt. Széles terpesz, tudod, nézi magát, csodálja magát. Atya, úristen, de rohadt jól néz. Van. Kicsit, tudod, így egy kicsit előadja magát. Kicsit olyan, úgy érzi az egészet, mint hogy egy ilyen szépségverseny lenne. Vagy valamilyen testépítő verseny, vagy nem tudom. És látszik rajta, és úgy telefonál például. Van a mesztelenül telefonáló, hát azt megőrülsz. És sétál le föl, ha van, amikor egy törölközőt tesz a nyakába, mint az egyébként bármit is eltakar, és aki nem zavar, csak egy idő után azért egy picit fura. Az. Tehát bejönnek, jönnek, gyorsan átöltözöl, kimész, ugye, de ezek az öltözők sokszor kicsi nyomasztó, tehát nem jó bent lenni. A mesztelenül telefonáló, azt én is ismerem, egyik lábával a székre feltámaszkodó, kicsit igen, a könyökét a térdén megtámasztó, mesztelenül telefonáló. Masírozik, a tikitakizik közben, tudod, és akkor telefonál, megáll, tükörrel egy vonalba ér, akkor megáll egy picit, megigazítja a haját. Nem, ebben az a rossz, amikor ülsz a padon, és igen, ugye előtted, ugye viszonylag szemmagasságban vidáman telefonál. Nekem le se kell ülnöm hozzá. Te mennyi mindent átérsz. Igen, te egy férfi az öltözőben csak ezt hallod. Igen. Hogy már, bocsánat. Nem most már fölállok a padra. Vinni a rumba tököt. Annyi megaláztatás, de soha nem ér, mint egy férfi öltözőben. Jaj, a homlokom. Jaj, jaj. Mindig föl kell pipiskedned a székre. De ott ő. Hát nagy felület a homlokod, azért az ott nagyon, kapja. Szépen fejlek, te a tojás, minden. Drága női hallgatónk, írjátok meg, hogy a női öltözőben egyébként mi zajlik. Mert a férfiak tudják a férfi sztereotípiákat. Ott is ugyanez a pipiskedés? Én szerintem ott is megy a messz hosszú ideig mesztelenül járkáló, a zuhanyban önmagát borotváló. A mesztelenül, én el tudom képzelni, hogy ugyanez megy a nőknél. A mesztelenül sokáig telefonáló, ruhát egyébként fel nem vevő, a testére nagyon büszke típus, aki ugye hát frusztrálja az öltöző közösségét, és ő mesztelenül jön megy. Szerintem a férfi, és ott ugyanaz a típus megvan a női öltözőkben is. Hát például ugyanaz a lábszörtelenítés, a gyorsan lehúzom, mert még megyek valahova mondjuk szoknyában. Szerintem ott sokkal több van. Én szerintem ez ugyanúgy megvan, ahogy én láttam a Palit borotválni, jobb kézzel nyújt, ballal húz. Ugye az van, ez az expanderes nyújtok, nem vágom meg magam, húz. Így álltam a zuhanyot. A csához szerintem azt hittem, hogy stirelem, mondom, ember. Ott mások zuhanyoznak, léci, ne csinálj. Először azt hittem, hogy a borotváját feni. Tehát én szerintem ez ugyanúgy megvan egyébként a tényleg a női öltözőkben is. Minden archetípusa a férfi magatartásnak az ugyanúgy felelhető. Én nem hiszem, hogy a nő bemegy, gyorsan átöltözik, kijön. Biztos. Hát ott is különböző típusú nők vannak. Jó kis, hogy szűk öltöző, tehát hogy az öltöző szekrények közé jó kis szűk folyosó, két pattosorral, vagy egy pattosorral, és lehajol valaki előtted. Hogy ott a győzés lehajol valaki előtted, és matata, ahogy hívják. Ezt előbb van. És így térdől behajlik, és tudod, hogy felnézel, és akkor, hogy hívják, belelátsz a izébe. Kell tempó, hogy ne nézz oda. Gyorsan el, kapni a fejét. Mesztelenül, félmesztelenül az öltözőben is feszítő típus például pasiknál szintén megvan, aki a rohadt életért se akarja kifújni a levegőt. Tehát, hogy nagyon vigyázz arra, hogy folyamatosan benn maradjon. Igen. Nagyon-nagyon szereti magát. Rettenetesen szereti magát, és azt látod, hogy végig, még az öltözőben is. Tehát egyszer szerepben van, vagy annyira kigyúrta magát, nagyon jó. Igen. Az nem, is nagyon jó. Ő nem magának csinálja, ő másnak csinálja. A hangosan telefonáló, éppen kocsit eladó Németországból behozó, kicsit nagy darab, meg. Az öltözőben, mindig az öltözőben biznisz bonyolító embertípus megvan. Óriási, a headsettel gyúrok. Igen, nagyon nem járok párkodni terembe, nagyon megy a headsettel gyúró. Több a fontos üzlet, nehogy valamiről lemaradjon, érted? Most itt beesik, vagy emelkedik a font. De és fekvenyom, és közben ott van a fülében. És ott van ez, ahogy hívják, és ez a felhővárosos ilyen izé.
nagyon, kis bluetooth-os. Nagyon, hát fél fontos ember, érted? A broker király. Igen. Lábkörömvágó, ki találkozott már velem? Nem, már. A kézköröm, lábköröm nagyon rendbetevő, megvan? Kis padra fölrakó egyébként, körmösvágó. És ott hagyó. És ezt a pak. És ha csípesszel vágod, akkor az mindig elpattan. Persze, nem tudod összegyűjteni, tehát képtelenség. De hogy valahogy nincs ingerenciád ott levágni. Nem? Nem. Hát ennek ez egy külön típus, aki bemegy, és ott szabadul ettől meg. Figyelj, van az a típus, aki azt hiszi, hogy otthon semmit, máshol mindent. Tehát, hogy ő inkább ott intézi el az összes olyan dolgot, amit otthon, vagy azért, mert otthon nagyon akkurátus, nagyon rendet tart, otthon ne legyen szemét, otthon ne legyen rendetlenség, meg egyébként is mit szól hozzá a barátnőm, a feleségem, a nem tudom mi, a gyerek, ezért mindent ott intéz el egy ilyen nyilvános öltözőben. De hát, igen, ott bonyolítsa le a nagy hajmosást, a nagy zuhanyt, a körömvágást, az üzletet és mindent, igen. Női WC strand, egyes nők papucs nélkül mennek WC-re. Gondolom nem is zuhanyzik medence használat előtt, ez Betty küldte nekünk. Borzalom, ami a női öltözőben van, a mesztelen jövés menés előtt szerintem azt is csinálják, írja egy hallgató, még durvább, mint ami a férfiaknál történik. Mindenki a másik előtt, vagy sokan cserélik ki a tisztasági betétet, és egyszerűen nem érted, hogy miért csinálja. Nőként csukott szemmel járkálok az öltözőben. Borzalom, ami ott megy, írja nekünk egy hallgató. Igen, szent meggyőződéseim egyébként, hogy a nők is hasonlóan végzik ezt a dolgot, igen. Rubint Rékával jártam anno egy konditerembe, ő pont sokáig mesztelenül mászkáló típus, még a padra is feláll puciran, hogy felérje a szekrényt. Te meg próbálod nem bámulni a fenekét. Jó, hát Réka jól néz ki. De hogy hosszú órákon keresztül járkál mesztelenül az öltözőben, azért azt róla nehéz elképzelni. Anna küldte nekünk Svájcból. Igen, keresi az öltöző szekrényt. 66 vagy 99? Ebben a sorban voltam? Vagy 69. És a nőknél is van a feszítő típus hosszú ideig szerintetek, aki ugyanúgy feszít? Hát biztos, persze. Valószínű, nem? Hát, valahogy nem tudom. Nem tudom. A férfiakkal kapcsolatban nincsenek illúzió, de valahogy én a nőkből többet nézek ki. Pedig látod, hogy nem. Na jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Milyen típus van? Mit csinál egyébként? Jó, aki edzett már együtt Rékával, írja meg, hogy tényleg így van, amit írt nekünk egy hallgató. Ha gyorsan játszunk egy hármasugrás, és akkor visszatérünk még a konditermes, illetve uszodai szokásokra, azt is írjátok meg, hogy ott milyen típusú uszoda vendéggel lehet találkozni, ezért ott is vannak érdekesek. Én láttam készszárítóban pelenkát szárítani, és nem tudod hova tenni, hogy miért szárítja a pelenkát. De miért, vizes volt a pelus? Azt, vizes volt a pelus, vagy nem húzott más, és a készszárító előtt folyamatosan forgatta a pelenkát, hogy megszáradjon. De azon is elgondolkozol, nem? Én volt olyan, hogy fürdőből úgy jöttem el, hogy bementem, kb. Negyed órát töltöttem a vízben, láttam, hogy valaki... Hova? A medencébe, basszus. Hát mert elindul. És ott mentél a kis úszósapiddal? Nem úszósapiddal, ez nem volt. Fogtam magam, kijöttem a medencéből, és hazamentem. Jó, de igen, de hogy... sajnos benne van. Igen. Itt van egy hallgatónk, akivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Krisztián, te jársz gyúrótermekben, vagy úszodában? Én úszodában ritkán járok, mert inkább futni szoktam, de azt a hegyen. Ott nem találkozol, ott nem. Igen, ott nincs meg ez a tipikus gyúrótermi öltöző típus, aki csinál valamit, vagy a... Nem, én gyárban dolgozok, és ott egy öltözőben van 400 fiú. Na, ott is van hasonló ilyesmi. Ott is vannak érdekesek, igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hát a harmadik az már kapaszkodós lesz szerintem. De az első kettő tudni fogja. Na, akkor hadd szóljon. Na, hiszek. Van segítséged, Krisztián? Nincs, egyedül vagyok itthon. Egyedül vagy? Na jó van, figyelj. Hogy hívták azt az ókori hadvezért, aki elefántokkal kelt át az Alpokon? Hannibal. Így van. Hannibal. Na. Nemrégében térképeztük fel az útvonalát, állítólag elefántüdőléket találtak. Tök érdekes. Menjünk tovább? Hajrá! Egyet még mehetünk. Melyik ország egyik élvonalbeli labdarúgó csapata az Anderlecht? Belgium. Így is van. Nagyon jó vagy. Azt tudtátok, hogy a belga királyság. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát, azért a tapasztalatok alapján az már húzó szokott lenni, szóval hagyjuk ki. Megállsz. Ilyen ritkán van. Lehet, hogy jó döntés. Jó voltál. Ne, kihagyjuk, menjünk a biztosra. Elviszed a biztosat. Jó. Na, ez okos.
Jó, akkor megvan a nyakbalkasztó és megvan a baseball sapka, az óra az legközelebb lesz meg, jó? Tudtad, hogy az első magyar óvodának a megalapítása kinek a nevéhez fűződik? Na, menjetek el. Küldjük az ajándékcsomagot. Jó, van, szépen köszönöm. Ügyes voltál, gratulálunk. Hello, Krisztián, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mi van a holland királyi családdal? Nagyon sok SMS jött. Belga. Ja? Ráadásul a hollandokról nem. Ráadásul belga, igen. A kedvükért nemesítették egyébként a sárgarépát. Na, tessék. Mert ugye a sárgarépa az egy nemesített faj, nem volt korábban sárga színű. A sárga ugye a holland királyi családnak a színe, és ezért nemesítették az ő tiszteletükre. Ezért lett narancssárga, más színe volt eredetileg. 9:30 múlt, pontosan 3 perccel, nagyon sok SMS jött még, hogy ki milyen hát vendéggel találkozott, vendégtípussal találkozott konditeremekben, öltözőben, úszodákban. Úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel és a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, pontosan 6 perc múlva. Egy izlandi hírről beszélgetünk, egyébként nagyon helyes, nem szállíthatják tovább az öregek a heréjüket. Izlandi úszó megelégelt, és ki kitiltotta. Szerintem, hogyha megindul emiatt Izlandról a migráció, fogadjuk be őket. Én be akarom fogadni ezeket a helyszállítókat. Hatalmas sport kavart egyébként a hajszárító ügy, rengeteg nemzetközi és izlandi bulvárlap is átvette. És hát kitiltották őket, vagy betiltották a herefújdogálást egy rajzolt emberrel, aki a bal lábát fölrakja a pultra, jobban pedig herét zárít, és át van húzva. Így lett ügy a dologból. És arról beszélgettünk, hogy hát azért látni érdekes pillanatokat, érdekes jeleneteket egy-egy férfi vagy női öltözőben, amikor az ember elmegy edzeni. Vagy úszodában. Hát és nagyon jó SMS-ek jönnek, hogy ki mivel találkozott. Például van a nőöltöző, mesztelenül sokáig hosszú hajat szárító, sokat beszélgető, szintén mesztelő, alaposan mindenhol testápolózó, ez is egy típus puszi. Szégyenlős vagyok, törölköző alatt öltözöm, egyik lábamon belépek a bugyiba, hónom alatt szorítom a rám tekert törcsit, elvesztem az egyensúlyomat, és szekrénytől szekrényig csapódom. Veronika küldte nekünk. Konditeremben a szoláriumozott, nagyon pengő testű hölgy, büszkén az új műmelére, mindenkihez oda ment, hogy fogjátok meg, milyen természetes hatású. Bebújtam a szekrény be, hogy ne kelljen megfognom. Nagyon jó kérnek egyébként. Van az a típus, aki fürdés közben olyan erősen fújja az órát, hogy az én agyamban pattan el az ér, és öblik a vér a lábam alatt. Vagy hát legalább is így érzem, írja egy hallgató. Egy szórakozó egy mosdójában kért meg egy lány, hogy kapcsoljon be a melltartóját, majd megkérdezte, nem túl izmos-e, és elkezdett feszíteni. Teljesen kész. Teljesen kész voltam. Igen, kondiban dolgozom takarítóként, férfi öltözőben a pad mögött alsógatja a zokni, a női öltözőben még ennél is durvább dolgokat találtam. Női takarító vagyok férfi öltözőben, sokáig indokolatlanul himbálták előttem a valamiüket, elárulhatom az átlag 10 centi, higgyetek nekem, a 30 év alatt sokat láttam. Kedvencem a szaunában borotválkozó. Nyilván egyszer használatos borotvával, közben hangosan beszélgetve. Láttam, hogy olyat nem hiszitek el, beült egy pali a szaunába, és a merőkan alatt a dézsából kivett, és elkezdte vakarni a... Nem áll. Nagyon jó. Hú, de jó. De most tényleg kérje meg a többieket, hogy vakarják meg, akkor ott van a dézs, akkor találta magát. Szintén ugyanez, valaki írja egy hallgatónk, hogy ő szaunázott, beült mellé egy pasi, egyszer csak nem tudja honnan, elővett egy körömcsipeszt, és elkezdte a szaunában ugyanez, szintén aki bankban áll sorba, ugye nem teljesen ideillik, bankban álltam sorba, higgyétek el, nem hittem a fülemnek, ügyet intéztem, egyszer csak hallom magam mögött egy várakozó férfitől, elővette a csipeszt, nem hittem a fülemnek, ült Csilla. Azért a szaunában, amikor kiveszed a fakanalat, gyönyörű, nem? Úristen, nagyon jó SMS, nagyon jó SMS-ek vannak. Na jó van. Köszönjük szépen, hogy elküldtétek nekünk. Kész vagyunk, Zsűn? Kész vagyunk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Egyrésztről beszélgettünk egy blogról, amit Feri talált, és a blog
címe, vagy a blog neve elég furán cikk, Dagadt Köcsögök blog. Ugye, ezt elolvasod, és azt gondolod, hogy valaki szíd valaki, de nem erről van szó, hanem volt egy fiú, aki saját magáról kezdett el írni önmagának egy blogot, mint kiderült, és ezt a nevet adta. Ő fogyni akart, futni kezdett, ma már egyébként egész szép távokat fut, róla beszéltünk, és aztán ő becsörgött adásba, elmondta, hogy ez a blog hogy született, és azóta már mennyien tartanak velem. Nem túl barátságos a blog elnevezése, de értjük most már. De motiváló. Értjük, hogy miért kezdte el, és hogy mit szeretett volna. Futni kezdett, fogyni akart, és ez végül sikerült. Olyan szép történetet mondott ő el egyébként, hogy miért nem szabad feladni, ha az ember például fogyni szeretne. És utána jártunk annak a pletykának, még 2 óra után, hogy igaz lehet-e az, hogy már nyáron mindenki maláriás lesz. Mert ezzel ijeszgetnek bennünket. Fölhívtuk Slavik Dokinkat, hogy mondja el, valós veszélye az, hogy nyáron itt már megérkezik az ominózus tigris szúnyog. És igen, kész hülyetek, és mindenki a halál. Maláriás. Mindenki így maláriás van, a dengiláz és a fekete himlő előtt lesz ez közvetlenül ez a járvány. Így van. Na már is önnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ha elolvasok Gmailben egy e-mailt, és egy kicsi kék pötty jelenik meg, az mit jelent? Az, hogy a farkasvakság. Mozog a pötty? Mozognak a pöttyök, igen, és mindenféle madárformákat látok, és hirtelen egy gomba jelenik meg előtte. És hogy egy elefánt húzik az égen. Csak fura. Fura, és rózsaszín, de nevéreket kergetek a fejemben. Így van, és egy hatalmas nagy szalag úszik az elefánt mögött, hogy jó cucc Balázs, mi? Nem, arra gondolok, hogy ez ugyanolyan, mint amikor elolvasok egy SMS-t, és az SMS küldője látja, hogy kézbesítve elolvassam, mondjuk iPhone-on és iMessage-en küldött, hát, betod állít, és nincs ilyen, hogy ő most látja, hogy én elolvastam az e-mailjét? Same in English. Tessék? Same in English. Igen, írjátok oda same in English. Csabi, te ezt úgyse tudod, hello. Hallok, köszönöm. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Hát igen, mert az is kérdés, hogy hol jelenik meg az a kék pötty. Tehát valahol a nagyvilágban, vagy ott az e-mail mellett? Nem az e-mail mellett, csak megjelent egy kék pötty. És most gondolkoztam, hogy ez olyan azt jelenti, hogy látja-e akkor, hogy én elolvastam. De az baj neked, hogyha most láttam? Igen, nem, csak hogy van-e ilyen, hogy a Gmail-en is be tudod állítani, mint az iMessage-en, hogy megjelenjen, igen, hogy te hagyod, hogy az üzenet küldője engedje, uh-huh, hogy te lásd, hogy már elolvastad, aha, az üzenetét, vagy csak az legyen ott, hogy elküld, de te már rég elolvastad. Igazad volt, nem tudom. Én fogalmam nincs, csak hogy meglepett. De nincs ebben ennyi, mindegy, én vetettem föl. A mi újság, Csabi? Jól vagy? Minden oké? Okay? Minden oké. Okay. Érdekes, hogy a DK-sok nekem is segítettek annak idején, na, mikor volt a jó pár évvel ezelőtt, amikor nekem le kellett futnom a téli hidegben a Szigetkört. Uh-huh. Emlékeztek rá? Igen. Igen. Akkor a Gergőik ugyanúgy futottak velem, ott álltak mellettem. Mondjuk soha nem voltál dagadt, tehát hogy ez a fura mondjuk. De ők azt érezték, hogy itt van egy ember, akinek kell a támogatás. És támogattak, és sikerült is. Én mindig olyan akartam lenni, mint te, neked nincsen mit szégyellened egyébként. Már ugyanolyan, mint te, csak jobb énekhanga. Sikerült a zenekarra. Úgy szeretek titeket. Ahogy jó hozzátok. Csak DJ, csak DJ. 15 év kívánság műsor után azt mondja, hogy nincs mit szégyellenni, Jani. De hogy a kezém is. Artpirító. Ez a Csabi, ez van bőre, van bőre képén. Csak humorizálunk, Csabi, ne, tudod, hogy szeretünk. Soha nem akartam olyan mulatok, látod, rögök én is. Tudod, hogy szeretünk. Majd összerakom, mert beírom a Wikipédiában, mit jelentenek ezek a szavak. A humor, a szeretet, igen, az együttérzés, hogy ezek mit jelent. Ez ne te írd le, ezt nekünk. Egyébként a Szingszik hőskország. Na, még egyes. Most próbálsz visszajönni. Mondjuk a Csabi a Szingszik hőskorszakában, nekem például a Csabinak a frizurája rohadtul bejött. Hát irigy voltál biztos. Hát, hogy jó, igen, az volt. Hát, mi másért? Mi másért? Na, itt van a nap hallgatója. Én most nem jó hajam. De, mondd azt, hogy nem jó hajam. Most picit beadjátok, sikerül. Na. Az bizony. Melyik a rossz hozzá? Nem mondod, eltaláltam. Eltaláltam. Mi vagyunk, hello. Hello, sziasztok, sziasztok. Akkor már másodszor. Na, tényleg? Aha. Hogy én vagyok a hűtős, aki nem a zenélős kocsimon. Hát ez nem is volt olyan régen, az most mi van, megtátosodtál? 2 hete. Igen. Jó, akkor át kell adnod a mai ajándékodat. Ó, de jó lesz az. Kirefelezzek. Valakinek ajánlsz. Akinek akarod. Nem kell figyelni, hát ez persze rajtatok múlik, mi nem tudjuk azért ugye ezt mindig. Nagyon helyes lányal beszéltünk kora reggel, nem szoktunk eltűnt állatokat, kutyákat, laptopokat, kocsikat keresni, de annyira szívhez szóló volt az e-mail, amit közzétett, ugye ő kereste a szakállas agáma, igen, igen, sisakos kaméleon. Sisakos kaméleonját kereste, és hát nagyon helyes.
Igen. Kiderült, hogy Putyinnak hívják. Morris. És nagyon el volt keseredve, és felhívtuk, hogy hát tartsuk benne a lelket, meg hogy hogy néz ki, hol tűnt el. És elmondta, hogy a Putyinnak hívják, te pedig azt írtad nekünk, megvan Putyin, most nyilatkozik a CNN-nek. Nagyon szeretjük. Szerettük az SMS-edet, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Jó? Hát, köszönöm szépen, mikor ez újra sikerült. Köszönöm szépen, különben a múltkori ajándékot azt meg is kaptam. Na, hát ami rajtunk múlik, az azonnal. Csak én egy üvegbeherokkára számítottam, erre jött tablettásbor. Sokszor küldünk hallgatóinak tablásból, tablettásból, igen. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, szép szia, napot. Hello. Neked is, jó munkát. Hello, hello. Csavikám, milyen zenéid lesznek? Mondj valamit. Most szeretni fogod, tudom, hogy minden reggel ezt mondom. Pink. Most, mert mindig mondod, hogy olyat hozzak, akit ismersz, vagy akinek a neve mond valamit. Tehát a Pinky, gondolom, hogy igen. És van ez a Just Like Fire című dala, ez egy új. Na, és új Pink, az jó. Júniusban jön majd egy új film, egy mesefilm, Alice Tükörországban, az a Csodaországban-nak a folytatása, és ehhez írt ő egy ilyen soundtracket, ez lesz a fő címdal. Ez jól hangzik. Ugye, hallgass meg, mert a dal is jó. Egy ilyen jó kis pop-rock ballada. Ez jól hangzik. Te futsz mostanában? Kevesebbet beszélsz róla. Valószínűleg kevesebbet azért, mert kevesebbet futsz. Is futok. Azért mondom, hogy most csak elült ez a voltam szigetem, már gyerekek reggel futottam, most aztán hónapok óta nem voltam. Délutánonként szoktam menni, amikor a gyerekek edzenek, csak most felváltva edzenek, és amikor hétfőn tudom, a Rómeónak van edzése, akkor a Dudi azt szeretné, ha én vele fociznék, tehát nem ülne otthon. És akkor a futás helyett sportolok vele. Na jó, de mozogsz ezen ide. Persze, mozogsz. Nem jó veszem van. El az együtt töltött időt tőlük azzal, hogy én most futok. De jó, jó apuka. Ó, de hátságosan mindegy. Nem, Csabi, jó apuka. Holnap vendégünk lesz. Ezt már a gyerekeimnek is. Megmondom Laurának is mindenkinek. Nem tudja. Nem így gondolják. Holnap vendégünk lesz itt a Morning Show-ban. Tillát látjuk majd vendégül. Mi tegnap meg is néztük az ő filmjét. Ugye tiszta szívvel ő az írója, a rendezője ennek a filmnek, és holnap Tilla jön hozzánk. 9 óra után lesz József majd a vendég. József Attila jó utódjai már perelnek. Igen. Szóval holnap vendége lesz a Morning Show-nak Tilla személyében. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek tőle sok jó dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.